Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jéj, végre szabadok vagyunk, szevasztok! 2 perc múlva lesz 7:15. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Rákóczi Feri és Vadon Jani a fedélzeten, a Morning Show-ban, a Klassz FM reggeli műsorában. Balázs jelenleg máshol tartózkodik, nem tudjuk egészen pontosan, hogy hol. Elviekben már felkelt, hiszen tegnap elmondta nekünk, hogy 4 óra 30-kor kell mostanában, mert akkor nagyon friss, és nagyon oda tud reggelenként, de most itt nem fog oda, mert hogy van nincs. Igen, tegnap is vártuk, hogy igen, mert nagy volt, nagyon nagy svungja volt a comebacknek reggel, de hát aztán megfáradt egy picit, olyannyira megfáradt, hogy ma nem lesz. Ma nem lesz, egy kicsit pihennie kell, mert jó, hogy dolgozik. Az egyik nagy sikerű műsorát, igen, mellesleg egyébként én is leszek ma abban a műsorban. Na, erről majd akarom. Addig fogok dolgozni, ameddig ő, de nem érdekes, azért ne felejtsük el, hogy ezen a héten ő már azért erősen kapta az évet, hiszen 20 percet vonatoznia is kellett, amit azért nem könnyű feldolgozni. Rájárt a rúd, azt hiszem, ez komoly trauma azért. Vidéken, de rájárt a rúd, nagyon sokat kellett húznia. 20 így vonatozás. Van. Hát jó, most másnak vannak olyan emberek, akik napi 2 órát, 1 óra, 1-et értem. Na jó, de ők nem gyártanak műsort. Így van, engem meg a roverezés sokkal. Téged igen, mondjuk az engem is, az autó az engem is sokkolna. Tehát a lényeg az, hogy Balázs ma pihen, aztán János megy hozzá, megölelkeznek, és ja. Gyönyörű televízió műsor készít. De te vendég leszel most, ja. Nyugtass ja, meg. Ja, 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 igen. Még egyszer nem hajtottad igába a fejed az RTL-nél, hogy kizsigereljék a tudásodat. Egyelőre nem, az én híres hírhet tudásomat. Igen, hát azért tudok egy-két olyan dolgot, amit más ők nem. Persze, hát olyan mondatokba szoktam belebonyolódni, például a képernyőn, amelyenek be senki, de én ki is jövök belőle. Na, hát látod, ez, na, úgy, ez kell. Igen, megyek hozzá, és akkor majd csináljuk együtt az egyik nagy sikerű műsorában, az egyik vendég én leszek a sok közül. A szombatestiben. Abban. Szombatestiben, és akkor ma a forgatás. Anna, úgyhogy ezért pihen a főnök, de erről ennyit többet nem is érdemes. Azért is vagyok ma szép és illatos. Ma is. A szépet, azt láttad, hát nyilván az illatos nem mertem közel menni. Már olyan volt, mint hogyha deríteni kezdtünk volna. Itt egy mindenféle lámpákkal, és az illatot is megérezni fogod később. Igen, amikor elmész itt mellettem, vagy én mellette. Apropó a szépségről és az illatosságról, pont az előbb ment egy ilyen reklám az egyik televízió csatornán, vagy nem tudom, hogy valami anyag volt, ahol egy ilyen rendes eredeti borbét mutattak. És azon gondolkoztam, hogy én úgy elmennék egy ilyenre, figyelj, ahol gőzölős törölköző van, meleg törölközővel átitatják. Egyszer volt bent itt egy borbé stúdióban, ha emlékszel. Nálam nem. Hát nálam nem, de nálam meg igen. Igen, nálam meg igen, mondjuk nem tudom akkor te hol voltam, általában úgy szokott lenni, hogy vagy Balázs jelzik, vagy Balázs jelzik, tehát hogy szerintem te is itt lehettél akkor, és bejött a srác, és megcsinálta ezt, amit mondtál, hogy tényleg volt ez a felmelegített nedves törölköző, szépen rárakta az arcomra, bepújította ugye a szakállat, bajus, stb., és utána pedig megberet vált. Ezzel a kinyithatós, borotva késsel, azzal a full profival, amit mindenféle ilyen mafiózus filmekben szoktál bőr, látni. Övön, és fenni. És zseniális volt, ugyanakkor megvillantotta ugye az alapárat is, azt is, hogy mibe fáj egyébként egy ilyen borotválás. És én nem biztos, mondtad, hogy nem is mennél többet. Most őszinte leszek, én kb. Egy, amit tudom én, 10 évvel ezelőtt vettem magamnak egy akkor jó minőségen és viszonylag drágának, de furcsán ez az én számolója, egy ilyen kis hajvágó szettet, és nekem az azóta gyakorlatilag, mit tudom, 2 hetes rendszerességgel az egy működésben van. De nekem ezt hogy... én értem, mert hogy tök jó, hogy vett egy ilyen szettet, én is tudnék borotvát venni, ha nagyon akarnék, de hogy az maga a tör, hogy bemész oda, az olyan régi, az olyan úrias, tudod, vagy az olyan törődős, hogy ennek még szeánsza volt, szertartása hát. Volt, hogy van, aki ugye naponta járt a barbérhoz borotválkozni, és bementél, ez egy bizalmi kapcsolat, azért mégiscsak a torkodat adod oda valakinek. Igen, ugye? Igen, ezért bízom inkább a feleségemre. Hát ma jó, oké, igaz. Tehát jóban rosszban együtt. A másik meg az, hogy mi úgy szoktuk csinálni, hogy ugye nyilván a fürdőszobákban nincsen ilyen szék, vagy ilyesmi. Ha igen, például. És leülök a kádnak a szélére, és akkor pont szemben vannak a szemeim az önmellébe. És akkor így azért az kellemesebb. Ez elsőség szimpatikusak, ezek a szakállas srácok ott bent a borbé műnében, de azért nem hozzák azt a szintet, mint a nej. Nem tudom, én nekem ez a régiesség, ez a maradisága megtetszett. Jó, hogy... jó az, de ezek a régi jó dolgok, ahogy Balázs szokta mondani,
ezek azért már eltűnőben vannak. Nekem csomó olyan dolog van, amit nagyon-nagyon sajnálok. Pont most mentünk hazafelé tegnap a autóval valahon, fogalmam sincs, hogy honnan is érdekes, és így nézegettem így lőrincet, és azt láttam, hogy így ezek a fantasztikus régi dolgok, amiket én annak idején nagyon szerettem benne, ezek a régi műhelyek, meg ezek a régi szakik, akiket nagyon megszoktam, ezek így eltűnedeznek, és akkor mindenféle más üzletek, pékség, meg mit tudom én, festék volt, meg ilyenek lesznek helyettük, amik önmagukban tök jó dolgok, persze, mert ugye az ember szereti a péksüteményeket, meg időnként kifesteni a lakást, oké. De hogy már nem látod azt a régi Schuster műhelyt, amit láttál annak idején, hogy a gyerekfejjel bementél, és akkor érezted azokat az illatokat, szagokat, tehát kinek mi a szag, és kinek mi az illat. Igen, hát nem, szerintem az ilyen enyv. Azaz, enyv volt, illatot. Igen. Csiriszt is éreztem, de azt lent a pincébe, amikor apám, ahogy hívják, állította össze a szettet, ahogy hívjáknak, a kis összerohadt gyümölcsöknek, aztán megfőzte belőle az utca, vagy a kerület legörösebb pálinkáját, akkor is volt csiriszt, mert ugye le kellett ugye szigetelni a kis alumínium szettet, a kis részcsövekkel, és azt körbe csirizeltük. Na mindesetre nekünk volt ilyen Schuster műhelyünk, és akkor bementem, és mindig azt láttam, hogy nincsen melója az öregnek, akkor mindig gyufaszálakból a kis fa szegeket faragta. Igen, és volt neki egy hatalmas izé, meló, akkor, igen, akkor csak... legyen. És zseniális volt, hogy tök jó volt, vagy volt szemfelszedő. De már nincs olyan cipő, nincsen, amit érdemes megjavítatni. Tudod? Tehát, hogy az van, hogy vegyél újat. Most a gumitalpat már nem nagyon lehet visszarakni fa szöggel, bőrözni már nem bőrözik a cipőket. Hát, ennyi, elmegy. Van azért, mert mondjuk Perc úrnál is, amikor úgy szoktunk a bevásárlóközpontba csináltatni dolgokat, akkor azért ott vannak olyan műveletek, olyan folyamatok, amiket azért láttam annak idején a cipésznél is. Tehát, hogy meg lehet csináltatni, ha akarod, meg van rá igényed, csak néha tényleg olyan anyagból készülnek benne ezek a cipők, hogy igazából nem érdemes csinálgattatni. Úgyhogy hát ez van. És volt például régen ott nálunk a Szarvascsárdánál egy ilyen mi volt Ravil, vagy én nem is tudom micsoda, egyetlen tudom, hogy létezik-e még a cég, és ott is volt egy ilyen úriember, akit hosszú éveken keresztül mindig vittem hozzá a Bérge MK27-eseimet, meg az ajvájmait, meg a nem tudom miket, és meg a Unitra hangfalaimat javítatni, amikbe egyébként csak így mondom, hogy szőnyeg csík szigetelés volt berakva egy belülről, az egyik arról csinált, hogy tőle vettem meg, mindegy, nem is érdekes. De jó szigetel. És nagyon jó szigetel, így szólt, és például azt az úriembert, akit 20 éven keresztül ott javítgatta, én aztán egy ilyen, nem tudom, egy ilyen telefonos ügyfélszolgálatot láttam viszont. És biztos ott is nagyon jó volt, és így, hogy meglátod, hogy honnan is van ezt az embert. Igen. Mi van magával? És meglepődtem. De valamit neki is dolgozni kell, az MK27-esek és 29-esek már ideje kikaptak, lejárt. Tehát javítani nem tudod, meg szerintem már nagyon kevesen javítanak CD-játszót is, meg ilyeneket vesznek újat az emberek. Úgyhogy ez elmúlt, ez a világ. Ja, Istenem, ez jó kis retro. A retro jut egyébként az eszembe valamelyik nap. Nem, sem, dehogy is, nem, csak lassú ne legyen. Én annyit kérek, mert rock nem lehet, mert ugye kirúgnak minket. A másik meg az, hogy mindegy, én már hallgattam befelé egy jó kis Eremény Afgádot a Creator-től, nekem az jó volt, helyre tette a napomat, túlélem 10-ig vele. De azt akartam mondani, hogy az egyik kedves hallgatónk küldött nekünk egy könyvet, amit ő maga készített, pontosabban fotózott, és gyakorlatilag a 80-as évek összes emblematikus kis terméke, áruja, stb. Benne van fotóformájában, és nagyon nekünk is köszönjük egyébként a munkát, mert állítólag mi a retro rovatokat sokat segítettünk neki, így van, inspiráltuk idegen szóval. És marha jó egyébként az album, ott van Balázsnak az asztalán, most hozzáférhető is. Gondolom. Belelapozott azért. Belelapozott. Ekkor kent bele egy fél kakaós csigát, és öntött bele névit. Belelapozott, és ugye most, hogy majd talentottam az asztalán, ma reggel is ki kellett dobnom, hogy egyébként negyed kilót, hanem legalább fél kiló zabot, mert már ott kacsingattak vissza benne a moly lepkén. Nem, mindegy, nem is érdekes, szóval nagyon jó ez a kis album, és egy nagyon komoly, állítólag azt mondta a hölgy, hogy egy ilyen, nem állítólag azt mondta, hogy állítólag ilyen 2-3 éven keresztül fotózgatta ezeket a különböző termékeket, mert hogy egyre kevésbé lehet az érzék, mert már hozzájutni, személytelepen meg csak nem kutat az ember a téma után. Úgyhogy mindegy, hát ezek a dolgok. És ezt nekünk csináltam a könyvet? Nem, azt ugye a nagy közönségnek csináltad, de mi is benne vagyunk, mint utódrádió. Ja, mint a régi nagy sikerült Danubiusnak egy utódrádiója. Egy utódrádiója. Köszönjük szépen. A Szarvascsárdánál most is van egy Schuster, nagyon jó. Igen? Igen, jó, úgyhogy ez légy szíves, ezt ne felejtsd el, hogyha arra jársz. A Borbé és a Fodrász között van különbség, körülbelül 2000 forint.
Ez jó volt. Van elég fontos közlekedés, írjunk ezt gyorsan, ide szúrom a tegnapi ismétlésünk elé, hogyha valaki már arra jár. Az M85-ösen a 8-as kilométernél van egy felborult kamion, így teljes a pálya zár Győr felé. A 10-es kilométernél már leterelnek a pályáról. Ez az M85, ez az új szakasz, ugye? A Csorna meg ilyenek. Uh-huh. Megpróbálok okosan visszanézni. Az, szerintem a sikerült? Néző, az, igen, nagyon jó vagy. Jól csinálod, M1-es autópálya és a 81-es főút. Moson-Magyaróvári felhajtónál elakadt kamion miatt nem lehet felhajtani, 82-es felé lehet kerülni. Szeghalom rendőrök posztolnak a vasútállomásnál, szerintem mérnek is. Ez meg a Csoki Gorú írta nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Egészen 10-ig várjuk folyamatosan a mindenféle információkat az utak helyzetéről, állapotáról, forgalomról, balesetekről, amiből lehetőleg nagyon-nagyon keveset írjatok, és azért írjatok nagyon keveset, mert nagyon kevés van, vigyázzuk egymásra. Péntek a hét legboldogabb napja, használjuk ki, és hát azért is a legboldogabb, meg egy picit azért keserű is számunkra ez a mai nap, mert hogy a kis mosógép cserés játékunkból ez az utolsó nap, tehát hogy ma még egyébként még akár írhatok is, hát ha becsúszik még így az utolsó pillanatokban egy olyan levél, amire azt mondjuk, hogy basszus, igen, nekik kell kicserélnünk a mosógépüket, vagy ezt a mosógépet kell lecserélnünk. Bármi azért mondjuk a héten már tettünk lépéseket, de nem. Nem tettünk rá utaló magatartást. Nem tettünk rá utaló magatartást. Nem tettünk semmit. Jó, ezeket előre jelezzük, jó, és akkor majd tudjuk. Négy darab nagyon szuper mosógép, már négy darab nagyon szuper családhoz kikerült, úgyhogy van még ma egy. Az ötödik legszuperebb. Az ötödik legszuperebb is oda kerül majd valakihez, és akkor reméljük, hogy öröm lesz, boldogság, 9 óra után fölhívunk majd valakit. Ja, és még egy fontos dolog, hogy attól, hogy nincs Balázs, attól mi megtartjuk 9 órától a kérdez felelek rovatunkat. Lehet őszintén kérdezni bármit róla. És segítünk majd ezeket visszamondani, úgyhogy a kérdéseket úgy már most... Úgyis lesz visszahallgatni, hogy bármit kérdezhetek róla. Már most gyűjtsétek, de majd csak 9 órakor kell elküldeni a kérdéseket, és akkor mi nagyon őszintén, nagyon rendesen, nagyon szépen el fogjuk mondani azt akkor, hogy mi a tuti vele kapcsolatban, vagy bárkivel kapcsolatosan. Meghallgatjuk most, hogy mi mindenről beszéltünk tegnap, illetve hát nyilván nem az egész tegnapi adás, de van egy rövid kis ismétlésünk, ami ugye arról szólt, hogy, és nagy örömmel tapasztaltam, hogy az egyik bulvárlap is átvette ezt a témát, és egy teljes nagy anyagot csinált belőle, hogy szeptember 23-ától az egyik bevásárló központban most már kutyákat is be lehet majd vinni, és ráadásul vannak olyan éttermek is, ahová be lehet kutyákat vinni. Hát pro és kontra, összecsaptunk ezen a dolgon, van, aki örült neki. Egyébként tök érdekes volt, hogy én, aki nem vagyok kutyás, én lelkendeztem, hogy ez milyen szuper, hogy akinek van kutyája, az együtt lehet vele. Ti meg, akik, hát most már Balázsnak ugyan nincs, de volt sokáig, neked meg most is van kutyád. Valószínűleg ti látjátok reálisabban, én ezen tegnap gondolkoztam. Hiszen ti tudjátok, hogy mivel jár. Nagyon szimpatikus a kezdeményezés, de tényleg szkeptikus vagyok. Ez ki fog terülni, hogyha valaki esetleg nem hallotta, akkor ugye az ismétlésben is benne van, hogy én tényleg nagyon örülök neki, de ugyanakkor meg nem tartom életszerűnek. Kis apró ilyen kis karonölök kutyák eddig is bemehettek, ezután is befognak, és nem is fognak senkit zavarni, de hogyha majd mit tudom én, megáll majd egy pékségben egy kaukázusi, vagy egy csüngönyálló masztív, igen, és azt gondolja, hogy neki most meg kell ráznia magát, aztán nem fogod megállítani ezt a kutyát, ez majd megrázza. Az igaz. Az megrázza. Igen, utólag én is gondolkodtam, de tegnap reggel még bőszen kiálltam amellett, hogy szerintem mindenhova kutyát. A kórházakba, az egészségügyi intézményekbe, a bevásárlóközpontokba. Hadd szóljon a dolog. Törölgeste a briósokra a nyála. Hát így van, én nem veszek briost, akkor lehet, hogy ez a megoldás, nem tudom. Szóval ez a tegnapi anyagunk, és közben meg azt is elmondanánk, hogy a 0676450000 lesz telefonszámon, nem csak közlekedési információkat lehet küldeni, hanem lehet jelentkezni a fekete-fehér igennemre is. Ja. Amivel nem tudom, hogy állunk, de majd kiderül. Szerintem igen. Már megint szorulunk. Megint úgy, hogy valaki, nem tudom, 6 év alatt valakit választom ki, Anna. Kilenc perc múlva, 7 óra, jó reggelt, szevasztok. Nem szeretem, hogy azt mondjuk, hogy jön a nagyon rossz idő, mert nem lesz rossz. 15-20 fok lesz. Hát kicsit esni fog, de egy kb. Ennyi. Na jó, hát most... Tényleg szeptember vége. Jó, egyébként semmi gond nincsen, még ráadásul ez is tök érdekes, hogy ezért tőlünk éjszakabbra, ahol megszokták ezeket a dolgok, mit tudom én, Írország, meg Anglia, meg a svédek, meg a finnek, meg a norvégok, azok éjjel-nappal mindig csinálnak valamit kint az esőben, mert hogyha csak akkor csinálnak kint a szabadban dolgokat, amikor nem esik, akkor nem lennének kint, csak bent lennének a házba egész életükben, mert mindig van ott valami. De hát ez van, nincsen gond. Esernyő van,
Nincs? De van, úgyhogy lehet olyan programot csinálni, ami esőben is jó. Például az ének az esőben a... Igen, ez most nagyon jó volt. Mi például el akarunk menni a hétvégén, mert nagyon régóta szeretnék elmenni a Kulavárba. És hova? A Kulavárba. Kula? Szabadbatyán. De ez a neve, hogy Kula? Kula, igen, mert hogy a Kula törökül azt jelenti, hogy torony. Nem kell félreérteni a dolgot, tehát hogy egy nagyon szép, masszív kis toronyról van szó, egy nagy rakáskő, hogyha akarod, így is olvashatod. És nagyon régóta szeretnénk már menni, többször jártunk ott, de sajnos a kiállítás akkor még nem funkcionált, és most itt a hétvége, ez egy tök jó alkalom lenne, hogy ellátogassunk Szabadbatyába a Kulatoronyba. A Kulatorony, jó, nézzétek, alig várom a hétfőt, hogy elmesélt, hogy milyen, de addig még játszanunk kell egy fekete-fehér igen nemet. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt kívánok, kedves Gábor! Szia Gábor! Sziasztok, Gábor vagyok, Győrből. Feri, Újki Győrsről, Jani Lőrincről. Így vagyunk mi hárman, és a többiek. Mi a helyzet Győrben? Hát igazából minden rendben. Elég szürke idő van, kicsit szemerkél az eső. Ezt most több helyről írják, hogy Miskolc felé például szakad az eső, Győrben szemerkél, itt egyelőre még nem tudom, hogy mi jött. Ne adjátok, hogy elcsesz a hangulatotokat. Nincsen ezzel. Győr olyan szép, a belváros olyan szépen megcsinálták. Nagyon rendben van. Nem is tudom, mikor tavasszal voltunk arra felé, vagy ez már tavaly volt? Nem, szerintem voltunk tavasszal. Voltunk tavasszal? Valamikor volt. Valami kitelepülésnek kellett, mert mentem vonattal. A postás kitelepülésen voltunk. Zseniális volt, iszonyú sokan voltak, nagyon jó fejek voltak a győriek, meg és jól is éreztük magunkat. Igen, nagyon jól néz ki a város, a belváros, gyönyörű. És ez a pincérlány, ja? Hát ő is gyönyörű volt, de most ez mindegy, és arra ne menjünk rá. Hol tartottunk? Ja igen, mivel foglalkozol, Gábor? Hát gépgyártás, automatizálás, ilyesmi. Aha. Ez komoly hangzik. Ehhez hát felsőfokú végzettség kell, mert akkor még játsszál Ferivel. Hát akkor megmondom őszintén, hogy ez a végzettség szinte mindegy. Ez így ahogy kialakul. Az de neked kell kitalálnod, igen. Ha fogékonyság, akkor megy, ha nem, akkor igazából mindegy, hogy milyen iskolát végeztél. Ja. Akkor nem megy. Azt hittem, hogy azért az automatizálás, hogy megkeresed a konnektort és bedugod. Igen. Az már a vége. Az a vége. A mechanikával foglalkozom, igen, azt kell összelegózni. Na Gábor, kit választasz? Hát szűk a kínálat, de annál nemesebb, annál szebb. János vagy Ferenc. Magunkat szeretnék. Köszönöm szépen. Szerintem nem rossz döntés. Na, akkor indítjuk is az órát. 3-2-1, tessék. Ha szeretnél kérdezni, most megteheted. Szeretnél kérdezni? Átengedném a lehetőséget neked. Játszottunk már korábban? Ismerős a hangod. Lehet, hogy ismerős a hangom, de eddig elmaradt a játék. Kitelepülésen voltál már? Valamelyiken? Az sem jött össze eddig. Nem? Majd most a játék hát sem. Akkor itt a vége. Azt hiszem itt a vége, Jani. Neked. Mert hogy te mondtad... Sem, azt mondta. Nem, az nem volt. Sem, azt itt mondta, hogy sem. Tényleg? Igen, sajnos. Basszus, rosszul hallottam, azért mondtam. Sem. Ő azt mondta, tényleg? Hogy sem, hát azonnal leállítottam volna, sajnos. Ja, Istenem, mit kapunk ezért már meg? Sem, és erre jöttél te a nemmel. Basszus, tényleg. Mindegy, jó, oké. Kikérem a solyom szemet. Anna, ezt meg akarom hallgatni. Azonnal, Anna! Hallgatást akar, jó. Szerintem Gábor, ez egy nagyon szép játék volt, és nagyon korrekt, és nagyon tiszta. Jani azonban belelovalta magát ebbe a nembe, mert azt hitt, hogy te mondtad ki, mindegy, újra tényleg hallgatjuk, de figyelj, én most veled vagyok, Janinak nincs igaza. Jó? Csak ezt ne hallja meg, mert mégiscsak árulom. Ugye? Mégiscsak mi ülünk egy rádióban. Gábor, tudod, mit te mondtad ki, elveszük a pontot. Nem, szerintem... Figyelj, Gábor, jó voltál akkor. Hát köszönöm szépen, ez volt a cél. Jó, a hírek után visszatérünk rá, hogyha mégis kimondtad, és a Jani csak azért unatottam el a nemet, akkor majd újra játszáltak. Behoztad, mindegy, most nem érdekes, hogy tisztátalan eszközökkel, hajas módszerekkel, de nem baj, mindegy, örülj neki. Szevasz, Gábor, gratulálunk. Szia, jó hétvégét neked. Nektek is. Szia. 4 perc múlva lesz 7 óra, jönnek a friss hírek Ákossal, aztán jövünk vissza, kiderül, hogy mi van a játékkal. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni.
A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 perc elmúlt 7 óra, jó reggelt, szevasztok. Ti vagytok nekem a három jóbari, akik mindig összetartanak. Ezt írta a hallgató. De aranyos hát, de vagy. Nem tűnik. Igen, hogyha mindig összetartanak, akkor most is hárman lenni. Egyrészt, és másrészt pedig nem szúrnánk hátba Annával téged. Igen, ja, ráadásul. Hát jó reggelt kívánok! Mi lett az eredmény, Anna? János, eredmény hirdetek, a sólyom szem jelentkezik. Hát na, sajnos mondjam. Ezt elbuktad, János. Tényleg? Ki mondta? Hát tényleg kimondtad. Az igen, nem baj, hogy te kimondtad. Az akkor már bíróság elé fogom vinni az ügyet. Nézd oda, 8 órától nyitva a hivatal. Menjél, igen, beszéltem Gáborral. Elmegyek a Sándor palotába. Behúzta a hallgatóknak. Nem engednek be. Nézd, így is irgalmasan állnak a hallgatók, az az igazság. Bocs, gyerekek, de hát ezt el kell mondjam nektek, hogy 6 nyert hetetek mindegy. Van ezzel együtt. Ami jár, az jár. Akkor Gábor behúzta, igen. Jár neki az ajándékcsomag, majd legfeljebb kiveszem az ötét. Mert az neked jár. Letöröd a fülét. Gáborral játszottunk, jó, Győrből jelentkezett, és ugye véleményes volt egy kicsit, de mondjuk csak János szerint, de mi megadtuk a lehetőséget. Annyira benyalszta, ez tipikus nem ért le a koffeny kategória. Tehát annyira nem voltam ott még agyban, hogy figyelet, menekül. Persze, jó, hát nem hiszi el, hogy azt mondta, hogy hát sem. De hát ez van, bejátszottam Gábornak is a telefonba, hogy hallja. Ja, azt, megnyugtattad hogy a őt is. Nem ő volt, jó, én voltam vérszegény. Nem, jó volt, ügyes volt Gábor, tényleg megérdemli. Köszönjük, úgy. Anna, 3-2-re ezt a hetet akkor elvittétek, de 27 nyerthetünk van nekünk, és 6 bukot hete a hallgatók, vagy 6 bukot hetünk nekünk. Írta is az egyik hallgató, hogy ne ostorozd magad, Jani. Nem a játékos volt kemény, hanem te voltál csicska. Ez van. Jani, ne haragudj. Köszönjük szépen. Balázs hol van, mert ma megyek a műsorába. Aha. Írja a hallgató, ott van. Értve még nincs ott, de ott lesz. Ott lesz egyébként, olyan várjál csak, hogy egy délre kell addigra, hogy úgy vagyunk mi is diszpozva, délre. Igen, délre kell mindenkinek jönni, akkor Balázs már benne lesz 2-kor szerintem. Jó, de neked a hajad meg kell csinálni. Ja, hát, viccelsz, így van. Meg le kell hintőporozni a homlokomat, hogy ne csillogjél annyira, mert... Úgyhogy találkozol Balázsral is, kedves hallgató, statisztaként, és meglepetés vendég is lesz, illetve nem meglepetés, mert elárulom a János. Aha, is. Is. Mert lesznek egyébként egy csomóan. Kivel forog, titkos? Nem, az a baj, nem szabad megmondanom, de direkt úgy lett szerkesztve a történet, hogy azért persze, hogy legyen benne. M85 Győr felé 8-as kilométer baleset, egy totálkáros Suzuki leterelik a forgalmat, sok a rendőr, Rostás T. írta ezt nekünk. Hali FTC pálya mellett a Lágymenyosi híd felé két autó összecsúszott a belső sávban, tehát ez a Lágymenyosi felé, igen, az eső meg esik, dugó még nincs nagy, de lesz, Szisza írta nekünk. Körút, akkor erre érdemes odafigyelni. Dunakeszin is szakad az eső. M3-as autópálya Galga pihenőnél Miskolc irányába baleset és alakul a torlódás. Robi Duszin. Írta nekünk, jó a névválasztás. Írjátok nyugodtan a közlekedési infókat, ezeket továbbadjuk, hogyha valaki arra jár, akkor ne érje már ez meglepetésként. Na, szeretnénk beszélni, de inkább csak témafelvezetőként, mert hogy annyira bizonytalan még az egész ügy, meg annyira nem lehet tudni a korrekt információkat, és nem akarunk rágózni valami olyanon, amiről még igazából nincs információ. GL nagykorúról van szó, ugye az ismert művészről. GL? GR-ről. Ezt utálom egyébként, amikor a művészetét használják valakinek, miközben valószínűleg a percsem egy, hogy hívják, egy művésznével lefolytatják, hanem neki hát polgári civil neve is. LL a művésznév. Nem, GL. Miért LL? Hát Lagzi Lajcsi. Ja, az a művésznév, igen. Igen, de hát azért GL. Ja, a rendes az igen, Galambos Lajos. Már mindenki tudja, bár még nincsenek ugye benne nagy adatok, vagy nagy adatok vannak, de biztos adatok nincsenek, mert van, aki azt mondja, hogy 3 millió forint. Van, aki 30-at mond, van, aki 100 milliót... Figyelj,
Lehet egy magánvélemény? A dolog akkor csak, csak röviden. Én szerintem ő sokkal okosabb ember annál, hogy, hogy rácsúszon egy ekkora brére. Tehát, hogy ja, még csinálj egy ott. Tehát, hogy, hogy érted. Ér, tehát, ér, hogy, hogy, hogy én nem hiszem el róla, hogy ő ekkorát betlizik, hogy ennyire mellé nyúl, hogy, hogy ennyire, hogy ilyen szinten egy, egy ostoba dolgot meglép. Oké, milliókról van szó, de akkor is, tehát, hogy ő, neki tökéletesen tisztában kellett lennie azzal, hogy ha ez megtörtént, ezzel. Hogy mit bukhat rajta. Azt azért tudjuk, hogy ebben az országban igazából eltűnni a süllyesztőben nem lehet, tehát, hogy voltak már itt emberek börtönben, megvádolták őket joggal, jogtalan dolgokkal, aztán mégis ott vannak még mindig a show businessben, tehát, hogy igazából eltűnni nem lehet, de az embernek a renoméját mindenképpen megkárosítja egy ilyen eset. És én egyszerűen nem hiszem el, hogy ő ezt így. Igen, ő attól nem lesz kevésbé jó zenész, mint amit eddig nem, tudott, hát. Tehát ugyanolyan lesz a szórakoztató iparban, de nyilván néhány embernek majd ezután az ügy után ez is be fog ugrani, és akkor majd lehet, hogy a koncert meghívásai vagy fellépései azok ritkulnak egy darabig. Én simán ezt tudok képzelni, hogy neki van igaza, ugyan. És tényleg valakinek a tyúk szemére lépett, és mondjuk most már ez nem jár akkor a következményekkel, mondjuk 10 évvel ezelőtt, mert akkor azért érted, tehát ott rögtön 47-es lából 50-es lett, de hogy lehet, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy az üzleti életben valakinek neki valakivel egy afférja támad, és meg az üzleti, a következmény. Ha üzleti életben van afférod, akkor pont egy Lagzi Lajcsival nem biztos, hogy így, vagy bocsánat, Galambos Lajossal így rendezed, érted? Mert ha viszont ő borít, vagy kiderül itt a dolog, akkor ugye annál nagyobb a nyilvánosság. Tehát ha egyébként ez az ügy, ezt most Kovács Péter kisvárdai lakos teszi meg ezt a áramlopást, mert ugye arról van szó, víz és gáz eltulajdonításáról, akkor ez nem hír, akkor ez nem lesz most az újságok címoldalán. Vagy egy kis hír lesz, hogy elkaptak valakit. Tehát ez attól nagy hír most, mert ugye a Lajcsi van benne maga. Hát meg az, hogy rögtön be is varták őket. Tehát ugye szinte kis túlzás, az egész család bent van most. Igen, az mondjuk érdekes, hogy legalább a feleségét nem engedték haza. Hát itt ugye megvesztegetés gyanúja is van. Nem, még egyszer mondom, nem akarjuk magát. Gyanúja. Igen. Tehát hogy ezért érdekes a dolog, hogy gyanúról beszélünk, meg ugye egy vizsgálati szakaszban lévő ügyről. És ilyenkor azért mindenkinek jár az áltatlanság véleme. Igen, de ugyanakkor meg nyilván vannak olyan terhelő bizonyítékok a bíróság vagy az ügyészség kezében, amivel meg azt mondják, hogy ez megtörtént, ha most nem kapjuk el, akkor leléphet a Lajos. De hogy hova lépne le, azt nem tudom. Mert találtak az ingatlanban több akkumulátornyi áramot. Nem tudok elszámolni. Tehát, hogy mondjuk a feleségét hazengedni a gyerekekhez, ezt mondjuk nem értem. De egyébként állítólag a Lajcsi ezért könyörgött is, hogy legalább anyát engedjék haza, mert otthon vannak a gyerekek. Hát nyilván nem egyedül, de na mindegy, tehát nem tudjuk biztosan a történést, nem tudjuk, hogy mennyi az összeg, nem tudjuk, hogy volt-e megvesztegetés, nem tudjuk, hogy rálépette valakinek a kis ujjára, avagy a nagyra. Lajcsi egy viszont biztos, hogy ugye áram, víz és gáz érkezett be ezekbe az ingatlanokba, de nem annyi, mint amennyiért fizettek. Tehát, hogy valószínűleg több. És azon kezdtünk el gondolkodni, hogy ez hogy lehet, tehát hogy van a kivitelezés maga. Tehát, ha én most arra gondolok, hogy a negyedik emeleti 67 négyzetméterünkön én most az áramfogyasztást jelentősen csökkenteném, de nem azzal, hogy kevesebbet használok, akkor én nem tudom, hogy hova nyúljak. Érted? Tehát, hogy nem tudom, hogy kit kell fölhívni. Hát szabadolgó szigeteltetem vezetékekhez. Ahhoz semmiféleképpen, vagy előtte kapcsoljam le az áramot ki. Igen, mert hogy igazából ezért egy elég magyaros dologról van szó, hát nyilván sokakat a kényszer visz rá, azért hát mindig okoskodunk, ügyeskedünk, azt keresjük a kis kapukat, hogy hogy lehetne mondjuk megúszni a medencefűtés, meg igen, a medence föltöltését. Hogy tudnánk végezni egy ilyen házi rezsicsökkentést. Na, tehát akkor abban az esetben, akinek működhet tényleg nincs pénze, nem azt mondom, hogy akkor szemet hunyok, de jobban megértem, mint amikor hallottunk már olyat, hogy Budai Villának a medencéjét töltöd föl a lopott vízzel, és fűtöd azt. Tehát, hogy az nyilván egy másik kategória, de én például miért nem tudom. Miért az lopja a legtöbbet, akinek a legtöbbje van? Mert azért van neki több. Ja, tényleg, mert hogy egyenes arányosság van. Így is ja, van. Okay. Ja, akkor értem, köszönöm. Mert most kicsiket kezdesz el lopni, abból nagyon nehezen lesz sok, de ha nagyot, akkor az egy másik történet. Na, a lényeg az, hogy ha valaki életében elkövetett már ilyet, azt sírva kérem, hogy jelentkezzen. Tisztelt bíróság, akkor én bevallom. Egy ideig a kábel televíziónak az adása jogtalanul érkezett be a lakásunkba. Na ezt
Nem, tényleg. Például, figyelj, én megmondom őszintén, hogy volt egy olyan időszak az életünknek, amikor azért meg kellett nézni, hogy mire adunk ki pénzt, és hát, hát ugye azért basztus, tehát, hogy, hogy érted, jogom volt a sorozatokhoz, érted, jogom, jogom de pénzen volt, jogom volt a legfrissebb mozifilmekhez, érted. És egyik nap az történt, hogy az egyik szomszéd azt mondja, becsöngetett hozzánk, és megkérdezte, hogy, hogy érdekel-e a kábeltelevíziónak az adás, és akkor mondta, hogy persze, hogy érdekel, hogy oldhatnánk meg akkor... a dolgot. De ne, szomszédasszony. Persze, a szomszédasszony volt az, aki becsöngett, majd gyakorlatilag az történt, hogy a folyosón összeálltunk, és akkor végig csöngetgette az összes lakást, és akkor mondta, hogy egy nagyon picit fog gyengülni majd a minősége a, az adásnak. Tehát, de hogy egy azért... előfizetés van. Így, egy előfizetés van, és akkor ezt most így mi lenne, hogyha mondjuk öt felé dobnánk, mert hogy annyian voltunk ott a folyosón. És akkor mondtam, hogy ha persze, engem minden megoldás érdekel, ne vicceljál. Ha hogy a felébe ne? Érted, szeretem ezeket a műsorokat, csak jó film megy rajta, akármi legyen, mit kell hozzá csinálni. És akkor mondta, hogy hát semmit, mert jön majd az ember, jön majd az az ember, aki egyébként hivatalosan is beköti, és akkor ő megoldja, hogy berak egy ilyen csatlakozót, és akkor majd ötfele megy majd a jel, és akkor egyet fizetünk. Bocsánat, várjál, a kábel szolgáltatótól jött egy szaki, aki igen. beszerelt az államot. Ő bement a te szomszéd. Ez iszonyú régen volt. Na, már, csak jelzik. Jó, jó, tehát ez már elévült, nem így ez van. A lényegben. Ő már le is ülte az. Hogy amikor ő bejött a szomszéd, azt mondta, hogy kedves Kovácsné, bevezetjük magához a kábel televíziót, föl fog maga előtt tárulni a világ. Így van, így van. Nem, előtt vetkez a monitor, mondom, nem vetköz. De abban az esetben, de várj, most én arról a szituról beszélek, hogy a szomszédasszonynak hogy ajánlotta fel a szerelő? Hát ez soha nem lehet tudni, hogy ki volt az de első. Azt mondta, hogy adsz 5000 forintot nekem, akkor megoldom azt, hogy dobjátok szét öt felé a izét. Az hát biztos, mit tudom, hogy arra utaló jeleket tett. Tehát, hogy először elment, és akkor mert, hogy volt egy hivatalos formában megtett érdeklődés a szolgáltató irányba, és akkor kijött a szerelő, és akkor itt tudom én ilyeneket mondogatott, hogy jól felmentek mostanában az áraink, nem bebár ugye asszonyom? Hát ez azért jobb lenne, ha egy picit olcsóbb lenne, nem? Talán meg is oldható esetleg tudok egy megoldást. Mit szólna ahhoz? És akkor erre lecsapott a szomszéd asszony, és igen, és körbenézett a saját lakásába, és ő is ilyen hülyén kezdett el beszélni, tudod, hogy nem is igazán értem, hogy mire gondol ön. Igen, mert mi van, ha beugratós? Aha. Mi van, ha beugratós a dolog? Hát micsoda. De milyen érdeke fűződik ahhoz a szerelőnek, hogy bebuktasson téged? Kovács nénit? Hát nem tudom, hogy milyen érdeke, de lehet, hogy ő vette egy diktafonnal ezt a beszélgetést, és aztán később kivonultattak, és Kovács nénit leszorítottak a metlakira a konyha kövére, érted? És kijött a készenléti rendőrség, és lefoglaltak mindent a lakásban. Mert akkor, aki a kábel tévét figyelj. Is lopja, az lophatja az áramot is, meg a gázt is. Hát egy kérdés, akkor bedőlt a hatalmas Disney dominó. Na jó, átjött a szomszédasszony, és megdumáltátok, hogy Én nem is sokat gondolkodtam rajta. Megmondom őszintén, hogy olyan paszba voltunk akkor, hogy én mindennek örültem, minden forintnak, amit megfoghatunk. Egyrészt, másrészt meg tök fura, nagyon furán hangzik egyébként, meg ilyen mosakodásképpen, mert az is. De hogy nekem így eszembe se jutott, hogy ez most így ez egy konkrét lopás, pedig az volt. De már nagyon régen volt is elévő. Jó, fölmentettük. És figyelj, egy picit kásásabb volt a kép, meg nem volt annyira tiszta, meg ilyesmi, de mégiscsak érted. Az ötödét kellett fizetni annak, ami... És jó minőségű volt? Jött mondom, minden? Nem volt olyan rossz. Tehát nem volt vele igazából semmi gond. És ráadásul, aminek külön örültem, hogy gyakorlatilag minden jött. Aha, tehát ami kellett, amire minden, szükséged ami, van. Minden, ami kellett. Hegyek, érted? Völgyek. Amit akarsz, tehát nem kell külön szegmensekre előfizetni. Minden jött. Hát én azt nem tudtam elintézni, Békés Csabán laktam először olyan házban, ahol egyáltalán volt ilyen, hogy sok csatorna. Tudod, mert ránk új kígyóson, bár ott is volt kábel, meg van a mai napig is, most már nagyon jó minőségű, de akkor azért még kihívásokkal küzdött. Mi magunk, még az utcában se volt csatorna. Még az út, de hát az olyan csatorna nem, de kábel csatorna, igen. És beköltöztem Békés Csabára, és akkor megjelent az HBO. És mindenki mondta, hogy az HBO az a csoda. Hogy ott filmek vannak. Az apám. Érte? Hát az akkor nagyon nagy szó. Hát hogy ott én. Filmek vannak. Úgy, hogy nincs benne reklám. Érted? Premier film. Ilyeneket mondtak nekem. És mondtam, hogy nekem kéne. Nyitott kapukat döngetsz felé. Mindent tudok róla. Te mindent. Olyannyira, hogy itt egy korábbi büntársammal együtt dolgozom. Na, és akkor, de mondtam, hogy nekem nincs ilyenem. Mondták, hogy ez, nagy, hogy ez pénzbe kerül. Mondtam, hogy akkor nem is lesz, mert én se álltam úgy akkor anyagilag. És ott mondták, hogy de lehet szerezni valami dekódert. Aha. Volt ilyen, hogy dekó. Nekem nem volt, de azt mondták, hogy
Sanyi tud dekódert, és én világéletemben nem mertem azt, hogy a Sanyihoz oda megyek, hogy Sanyi. Sanyi, úgy hallottam. Kacsi, hogy van neked... Van valahol itt hátul egy dekóder. Igen, hogy nem tudtam, hogy elkezdeni a dolgot, érted? Hogy mi kell ahhoz, hogy Sanyi, te tényleg... És hogy folytatott? Te tényleg lopod az HBO-t? Így folytatod? Hallod? Vagy átkívasz az utca másik oldalára. Sanyi! Itt a Margitka azt mondta, hogy te lopod az HBO-t, igaz? Mert hogy nekem is lopni! Hallod? Hozzá már nekem is egy ilyen dekódert, két rugó! Tehát, hogy hát biztos nem így történt. De jó, egyébként szerintem az van, hogy mi alapvetően becsületes emberek vagyunk, és szemérmesek, és azért nem mertünk ezekre a dolgokra rákérdezni. De azért valljuk őszintén, azért csomó olyan sztorival lehet hallani, meg lehet látni az országban, mindenféle hírműsorokban, amikor azért sokkal bátrabb embereket is láthatunk a képernyőn, például olyanokat, akik két szigeteletlen kábelt feldobnak a villanyvezetékre, aztán behúzzák a házba, és arról megy mint. Tehát, hogy azért vannak ilyen megoldások. Az én kedvencem, az a közelünkben van egy ilyen futóköröm, és akkor itt a Lőrinc határában a sinek mellett, ott a Malévnél szoktam futni, és egyszer azt láttam, nagyon érdekes, hogy van egy sarokház, meg van vele szemben egy telek. És a telek meg a sarokház között az úttesten úgy a földön, hogy az aszfalton keresztbe, de ahol autók járnak, át van húzva egy kábel, és van neki egy ilyen kis csatorna a kábelnek készítve téglákból, két oldal téglákból. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor ott a autó átment, az egy ilyen házilag készített, ilyen fekvőrendőr volt. Áthúzták a telekről, mert hogy ott volt, ott már, volt ott borzódó, már behúzták, és akkor áthúzták a házba. És így, figyelj, nem hittem el, hogy ilyen van. Hogy ez tényleg nem tűnik fel senkinek, hogy reggelenként... Nem, azt gondolják, hogy összeegyed az autó. Igen. Mert hogy biztos, hogy az ő ki a szemben lévő. Hát már hogy ki jelen. Szóval vicces volt. És azon, vannak bátor emberek. Hát mert hogy csuda, hogy nem őt vágta nagyon az áram. Na ilyen bátor tettek jönnek most, mert itt van velünk Jani, aki tévékábeleket szerelt korábban. Szia, Jani! Sziasztok! Hello! Te állítólag cifrább dolgokat is láttál, mint amit a Drusád mesélt az előbb. Így van, bár amit mondott, az sem rossz. De annak egy profit kivitelezése ugyanez az úton keresztül, és szépen ki van vésve az aszfaltút, amiben belefekszik a kábel, úgyhogy észesen veszed, mikor átmész rajta az autóval. Látod, van ebből profit. Hát is. És most gondold el, hogy amikor vési az aszfaltot, senki nem megy oda, hogy megkérdezem. Azt hiszik, hogy egyébként ráadásul, hogy tudom, hogy munkás kezes lábas van rajta, vagy ilyesmi, akkor azt hiszik, hogy ő egyébként hivatalból vési ott az aszfaltot, tehát valószínűleg valaki megbízást adott neki. Egyébként, Jani, te ezt konkrétan láttál ilyet, hogy az aszfaltot keresztbe vágták? Ez így konkrétan van olyan utca, amik így van szépen fel. Ja, ez még a mai napig is megvan, mi? Igen, de van olyan utca is, ahol úgy néz ki, mintha a pók szűrte volna be. Tehát konkrétan ez az oszlopról húzzuk le a vezetéket, de olyan vékony vezetéket, mint egy gitárhúr. Húskampó felakasztva szépen a fázisra, mindegyik másik, fázisra, hogy ne legyen az, hogy mindenki ugyanonnan viszi az áramot, és vértlen nagyon megterhelik. Aha, és itt most nem is díszítgetted a sztorit, az konkrétan húskampó, nem? Konkrétan húskampó, így van, tehát előkészítve, ilyen nagyon pengén van hozzá, ilyen 5-6 méteres műanyag rud, mert láttam egyszer, amikor ezt rakták fel, tehát egy körülbelül fél perces mozdulat, kampó be a rudba, fel az oszlopra, és már szól is bent a tévé. Jani, engedj meg egy álnaív kérdést, ez nem veszélyes? Dehogy. Én ezt akartam kérdezni, hogy kezded el? Tehát amikor például átmész a szomszéd telekre, és ott elkezded blankolni a vezetéket, hogy te rákösd a saját vezetékedet, hát abban áram van. Hát igen. Ez egy nagyon jó kérdés, tehát én soha nem gondolkodtam ilyen, hogy ezt hogy kellene megcsinálni, mert én is azok közé tartozom, aki a számlába kifizeti ezt is, mint ahogy ti is, tehát ez ki van számlázva úgyis a szolgáltató részéről az ilyen lopott állam, de passz, tehát van olyan helység, ahol helyi kis szolgáltató van, tehát az ilyen 8-10 éves gyerek 500 forintért az egész utcát bekötik. Hát egyébként igen. Meg lehet, hogy ők már ezt belekalkulják, mert azt mondják, hogy érted, hogy érted. Ott úgy biztos van valami veszteség is. Úgy mászik az oszlopra, mint a kókuszszedők. Ennyi, érted, és ahol fát vágok, ott forgács is van, biztos valójában, hogy ezért, hogy hallod, Rezső, a Palinak nem jött össze, problémát, akkor földönni a húskampot. Igen. Hát neki nem sikerült, majd most legközelebb. Hát. Mit láttál még? Milyen furi dolgot? Hát ami a legraffósabb volt, tehát ezen a pókhálóson kívül, az igazából az volt a legszebb, mikor mentem befele egy házba, és le volt zárva a villanyóra, lelakatolva. Aztán bent a szobában meglepődtem, hogy a villanyórának hátul is van ajtaja, konkrétan ki volt vésve a fal belsejéből a villanyóra.
hátulról jutott, amikor valószínűleg a szolgáltató már lezárta a katolta. Leplombázva kívülről minden, lekötve nem volt a ház, és így belülről ki volt nyitva a villanyóra. Tehát, hogyha valaki kívülről kinyitja a villanyórát, akkor látja, hogy annak ki van vésve a hátulja, nem? Valószínűleg igen, de... De a lakásban nem kell beengedni egyébként. Hát a lakásban nem, de hát kívülről. Kívülről van a villanyóra, nem fogod beengedni akkor az óra leolvasott. Ráadásul, amikor oda megy, látja, hogy rajta van a lakat, meg a plóba, akkor azt mondja, hogy ja, hát akkor itt kérem szépen minden rendben, ilyen, akkor mindenek be a lakásba. Jani, jó van, köszönjük szépen neked ezeket a, hát nem mondom, hogy tippeket, meg trükköket, mert ne éljen vele senki, de hogy elmesélted, köszönjük. És még egy apróság, hogy mondhatom, tehát a legtrükkösebb az, amikor egy ilyen utcába csinálják, hogy az utca legvégén az előfizető, mert ő tényleg előfizető, tehát előfizet a szolgáltatása azért, hogy ne tudja lekapcsolni az áramszolgáltató az utcába az áramot, és akkor így mindenki tudja illegálisan vételezni. Tehát összedobják egy előfizetőnek az utca végén, aha, és így az egész utcában muszáj az áramszolgáltatásnak működni, nem lehet megkapcsolni a teljes utcát. Mert tényleg ezt akartam kérdezni, hogy ha a szolgáltató megtehetné azt, hogy lekapcsolja mondjuk az egész utcát, akkor mégis tenni, de akkor ezek szerint nem tudja technikailag megoldani, van ha van egy előfizető legalább. Így van, és ezért az utca végén, hogy ne lehessen így egy szakaszt kizárni belőle, tehát ezt áramszolgáltató emberei mondták, mikor beszéltem velük, hogy hát ez így van megoldva, és ezzel ellen sajnos nem tudnak mit tenni. Mondanám, hogy okos, de ez inkább gátlástalan. Igen. Köszönjük, Jani, jó munkát neked, szevasz. Én is köszönöm, szia. Kemény, szia. 92-ben Fehérváron a kódolt HBO úgy jött, hogy parafadugóra több réteg alufólia volt tekerve, és a koaxhoz kötve. Darusat írja ezt nekünk. Micsoda okosság. Hát ezt is valakinek föl kellett találni a parafadugót, érted? Körbenézett otthon a háztartás, mi alatt, ha van stanyol, meg van parafadugó, meg néhány üres üvegzüveget, nem tudom mire használjuk, de ezek meg. Nekünk kicsi korom óta volt dekóder, és minden filmet HBO-n néztünk, nagyon jó volt. Pár éve viszont a tévészolgáltató embere, aki jött bekötni a tévét, megkérdezte, hogy szeretnék-e HBO-t, mert csak egy plusz vezeték. Melitta. Hát ez milyen, hogy érted, az a szolgáltató, aki beszereli a tévét, én 7 évig loptam az áramot büntetlenül. Azt ennyi. Írja a hallgató. Gábor vagyok, volt már párszor alkalmam áramlopást látni, lelepelezni, volt durva, eset rendőrséget kell hívni. Amíg őt lehet, hogy fölhívjuk majd, de csak a hírek után, most pontosan 7:30 van, közben lehet jelentkezni Óven bácsi Beru nénire is, ha valaki szeretne játszani. 2 perc múlva lesz 3:48, János és Ferenc a fedélzeten, szevasztok, kedves hallgatók, M3-as, 43-as kilométer Miskolc felé, brutál baleset. Krákog egyet átveszem. Azt mondja, trafi Miskolc felé, Tiszaújvárosban, briketfutár, M3, 43 kilométernél kamion plusz kombi, koc, tűzoltó, rendőr, mentő és alakul a dugó, trafiznak a 86-oson, Mosonudvar belterületén a Moson-Magyarvár felé haladók, vigyázzanak, ő Taki Timi, és keresek még egyet. Jó vagy. Jó. Miért nem te olvasod ezeket? Mert nagyon tisztelem az Ákost és a munkáját, és tőle még mindig tanulhatok. Igen, igen, sokat. Jó, hát több egyelőre nincsen, de hogyha majd lesz, akkor küldjetek nekünk 0-76-45-00-00-as SMS számra. Ne legyen, azt kívánom. Bár most kinéztem az ablakon, és azt látom, hogy irgalmatlan rossz idő van. Nagyon kellemetlen, az égből semmit nem lehet látni. Én az előbb arcoskodtam, hogy milyen Peking feeling van. Milyen rossz idő, apám? Hát itt nincs semmi, szeptember van. Szakad az eső, és semmit nem látsz a napból, és ez van országszerte. Jó, de ez ne húzzon le senkit. Itt volt egy nagyon kellemes kis dal, Zsédával meg a Vastag Csabival, úgyhogy erről beszéltünk egyébként itt adásban is. Sőt, a Csabi jelentette így be. Van, utána pedig, hogyha kukoricára is kellett érdepelnie otthon, mert hogy a menedzser a 10 körméről lekaptam, mert mondta neki, hogy erről még nem szabadott volna beszélni. De hát ez a Csabi, ez nekünk nem tud. De nem bírja. Nem tud nekünk terelni. Kijönti a szívét. Nem, ez egy őszinte srác. Zséda is Vastag Csaba, legyél másé. Legyél a másé. Tényleg ez a címe? Legyél a másé? Ezt a Zséda énekelte a Csabinak? Lehet, vagy a Csabi a Zsédának. Mint egy jelezve neki, hogy most már előjöhetne egy coming out. Szemetek vagyunk. Na, még 2-3 SMS az előző fél óra témájáról. Ugye Galambos Lajos ügyével kezdtünk el foglalkozni, de nem igazán ezzel az üggyel, hanem hogy én például hogyan kezdenék bele, hogyha ezt szeretném így nagy üzembe csinálni, mert fogalmam nincs. Itt nem mernéd. Itt mondtam nektek a Békés Csabai Sanyit. Aki, mint kiderült, tényleg így hívták, én csak blöfföltem, de valóban Sanyi ház, hogy házhoz megy Békés Csabán, én csak úgy hívtam, hogy HBO Sanyi 5000-ért bekötötte bárhova. 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 És nagyon sokan írtátok, hogy valóban. Nyári konyhában is lehetne? Persze. Fia, akarod.
hogy a másik dolog, hogyha áramot lopsz, hogy kezded el a dolgot, azt írja morál, hogy nyilván keresztet vetek először, ja, hogy megúszszam. Jogos, jogos, főleg, hogy ezt a húskampos módszert használod, vagy próbálod meg így összehozni, mint amiről a Jani is beszélt az előbb, nekünk kedves hallgatónk itt az adásra. Hát figyelj. Nagyon bátor. Odaállsz, elkezdett pörgetni. Igen, mint a laszon, feldobod, a nagyon fontos időben engedd el. És csupaszon lóg le a vezeték. De ha arra megy valaki, akkor annak vége. Mi az Isten? Apámnál 40 éve éjszakai áramról megy minden. Akkor is van áram, ha a faluban elmegy. Akkor is van áram, ha nincs. Ez Dave írta. Nagyon sokan buktak le, viszont úgy, ezt az SMS-t Laci találta. Bejelölted, Laci? De elmondhatjuk egyiket rendesen. Mindegy, egy faluból jelezte a szolgáltató, hogy lekapcsolják az HBO-t, mert alig van előfizetés. De hogy kiknek jelezte? Hát a hivatalos előfizetőknek. Igen, a hivatalos előfizetőknek jelezte, hogy elnézést, megszüntetjük a szolgáltatást, mert mindössze ketten igényelték, lekapcsolták az HBO előfizetését, majd másnap 35 felháborodott telefonáló hívta őket, hogy mi az, hogy nincs HBO. Na de magának nem is volt. De elnézést, a nevét megmondaná, az előfizetői számát? Bocsánat, téves. Sajnos nem találjuk a rendszerbe. Zseniális. Mi az, hogy nem nézhetjük meg a Mission Impossible 2-nek a premierjét? Na, Zsámbék állítólag a település, úgyhogy kedves Zsámbék, ki a 200-an reklamáltak. Ez mindenhol, egyik az ország egész területére jellemző volt. Én is egy picit fel voltam annak idején háborodva. Hogy hogy tegnapig volt, meg már nincsen. Ja, basszus, ötten lopjuk. Sziasztok, Szabi vagyok, édesapám még panelban laktak, a szomszédnak volt kábel tévéje, az ablakon vitték be, fater meg úgy nőtött, hogy nekünk is lesz, ezért az ablakon keresztül behúztuk hozzánk is a kábelt. Ez is egy klasszikus, hogy lenyúlod a dolgot. És egyébként én jól emlékeztem, hogy volt ez a dekódoló cucca, Laci most megkereste az interneten, ez egy kis ilyen szerelő doboz volt, kimenet, bemenet, belül pedig patentul összerakva a kis történet, és akkor te otthon ezt beszerezted. Egyébként pedig Hali, Feri, Kábel Sanyi még most is dolgozik. Üdv, Gosztos Jani. Na, tessék. De reméljük mindenki, aki egyébként érintve van az ügyben, egyébként minket is ebbe a kalapba kell raknunk, kell tanultatok ugye ebből a múltból, meg a múltnak a hibáiból, abból, hogy ez sajnos nem követendő cselekmény, és senki ne csináljon ilyet, és szégyeljétek magatokat, és nem támogatunk senkit abban, hogy a jövőben vagy a jelenben ilyesmilyen foglalkozzon. Na, és pont, és punktum. Köszönjük szépen. Ferihegyi úton futónak kitört a kereke. Hát ha fut, akkor hogy van neki kereke? Ja, hogy utánfutó valószínűleg. Tovább mész, picit gyorsforgalmi, és ott a párja is. Jól nyomjátok, üdv, Kavics, Kavics. Köszönjük szépen. Kérdezitek, hogy hol van a Balázs? Hát nem így kérdezi a hallgató, másképp, de ezt én nem vehetem a számra. Ezt a történetet pihenőn van ma, mert igen, forgatás van. Forgatás volt, tegnap forgatás van, ma. Meg hát picit belezakant abba a 20 perc vasutazásba, és ezt is hát ki kell pihenni. Ki kell pihenje. Jó, Óven bácsival és Beru nénivel folytatjuk, megnézzük, hogy mit dúdolnak a kis öregék. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló! Hello. Hello. Ugyanezt hello. Szerettem volna mondani. Ja, ő a Bodzoli, ugye? Óven bácsi, szevasz Zoli. Na, ha már itt vagy, akkor viszont beszélünk veled, de kicsit én később terveztem a történetet, mert hogy egy kígyót találtak a Kerecsendi és az Alkotmány utcák mögötti földutak egyikében. Írta az egyik lap, és azért hívtunk föl téged, hogy én ugye rettegek a kígyóktól, de mégis mit tegyek, ha látok egy 2 méteres óriás kelgyót? Ez Makláron volt, körülbelül másfél hete fényképezték le. Aha, Arra sétálók, de hát azt sem értem, hogy miért nem akkor jelentették be. Aha, tehát igen, ez a fura egyébként a dologban. Készítettek képeket, amiket feltöltöttek közösségi oldalra, és hát valaki szólt nekik, hogy hát figyeld, ez nem kerti slag, hát ez nagyobb, mint a slagmó, mert ez nem vízisikló, és akkor elkezdtek gondolkozni, hogy hát ez tényleg nagyobb, és akkor kiderült, hogy eljutott hozzám is a kép, és kiderült az, hogy ez egy közel két méteres közönséges óriás kígyó, tehát egy boa, úgyhogy hát most másfél hét csúszásban vagyunk, de hát... Nem, ő van csúszásban. Ő egy kicsit csúszásban, hát, igen. Csúszásban van még, mert ki tudja azt, hogy merre lehet, tehát ugye
azért másfél hét, kettő hét körülbelül az nagy idő. Mennyivel halad egy közösséges óriás kígyó, hogyha hát nagyon belehúz? Ha siet, ugye? Tehát igazából az időjárás a lényeg, tehát most melegben azért halad, de most azért lehűlt az idő, egy picit ilyenkor azért megvannak dermedve ezek az állatok, és nem annyira mozognak, tehát most jobb lenne elkapni ilyenkor. Hát valamelyik bokor alatt meg van bújva. Nem, de nem éhes. De nem éhes egy óriás kígyó, nem alapján. Szomjas. Így van, tök jogos egyiket a felvetés a felé részéről az olyan, hogy te ránézel egy óriás kígyónak a képére, akkor a méreteiből, az átmérőjéből nagyjából meg tudod állapítani, hogy mikor ehetett utoljára, nem? Hát ez egy jól lakott példány volt, tehát valószínűleg ugye ez egy terráriumból megszökött állat, ott azért etették, tartották, viszont ezek az állatok azok nem naponta táplálkoznak, hanem egy ekkora állat, egy majdnem kifejlett bó, az ma havonta, két hetente havonta táplálkozik, és hát bizony itt azért a kis háti állatok veszélyben vannak a környéken, mert ugye ez egy kisebb macskát, kutyát azért be tud gyűrni magába ez az állat. Egyébként nem tudom, mikor ez a képzelő, én már láttam egy frissebbet is, amin a kígyónak a közepe gyerekbicikli formájú volt. Ebből le tudunk volni valami? Azt a Szilágyi tette oda biztos. Azt a Szilágyi, de nem is értem, a Szilágyi miért nem fogta még be ezt? Miért ő Szilágyi? Maklári, vagy mi? Ha nem Maklári, de miért nem ment el megbefogni? Hát de miért nem mentél miért te? Miért nem te? Hát hozzám tegnap jött a munka. Kép, hozzám tegnap jött ez a most kép. Most miért a Szilágyi cseszegeted, hogy ő miért nem megy? Miért nem mész te? Hát akkor a király a Szilágyi, hogy mindent befog előlem. Egyébként akartam mondani, hogy mostanában a média picit, szereplése igen. A Szilágyinak jobban beindult. Igen, tehát valahogy. Jobb, mint te. Hát megcsinált az állatkertet ugye Veresegyházán, egy állatsimogatót, és hát azért gondolom. De hát nem hívott ki még a megnyitóra se. Mi, összevesztetek? Vagy mi van? Fölkapaszkodott a hátadon, és arcunk köpött? Nem vesztünk össze, de most lesz egy közös rendezvényünk például. Egy futóversenyre kihívtam. Aha. Az állatok világnapján Veresegyházán, a farkasokkal kocogó rendezvényen. A farkasok elől kocogó. Aha. Hát én a farkasok elől fogok kocogni, és mondta, hogy fussunk, hajlobogjon a hajunk. Aha, jó. Okay, jó, most egy nagyon picit térjünk vissza a maklári óriás kígyóra. Ez az óriás kígyó, ugye úgy hívják, hogy közönséges óriás kígyó, már eleve az elnevezés is nagyon vicces, mert hogy persze közönséges óriás kígyó, hát akkor mitől féljünk, igen, mint hogyha egy kendermagos tyúkról beszélnénk, hogy ha meglátja valaki makláron ezt a kígyót, de tényleg valahol, mit tudom én, a kocsma mellett, vagy a művelési központ mögött, vagy akárhol, akkor mit csináljon Zoli? Mindenféleképpen a 112-t hívja, tehát ne fényképezgesse, ne próbálja el az interneten keresgélni egyen közösségi oldalon, mert olyat is hallottam, hogy keresgéltek, de hát azzal csak az idő megy. 112-es segélyhívó, azonnal felhívnak engem, és a legrövidebb időn belül helyszíne visznek. Uh-huh. Tehát ugye az a legrövidebb. Visznek, már így jelezted is egyébként, hogy kocsit küldjenek, mert nem fogod a saját költségeden hát megoldani az autót. Általában így szokott működni, hogy visznek. Tehát hogyha tényleg gond van, akkor jön értem, hogy a kerületi kapitányság is visznek. De akkor azt nem javaslod, hogy valaki megkeresse a farkát a kígyónak, ugye két variáció van, és akkor utána pedig behúzza a körzeti megbízóthoz. Semmiféleképpen ne húzgálja a kígyót, semmiféleképp ne fogja meg. Úgy mindenféle gyalús kerti slaggal hívja fel a 112-t. Figyelj, és ki lehetett, hogy épeszű ember az, aki egyébként szabadon enged egy óriás kígyót, vagy életszerű az, hogy mondjuk egy óriás kígyő hús így kiszökjön a lakásból? Ez én nem hát az életszerű, hogy kiszökik, mert itt egy évvel ezelőtt nyáron a 18. kerületben éppen egy majdnem egy ugyanekkora két méteres zöld anakonda szökött meg, egy ugye elment az emberke dolgozni, kinyitva hagyta véletlenül a terráriumot, nem csukta be reggel ittatásnál, ugye az állatot ittatta, friss vizet adott neki, nyitva voltak az ablakok is, mert ugye nyár volt, szellőztetett, és a kígyó önálló életre kell, és szépen kimászott az ablakon is, és ugye ott is járok előtt találták meg a közeli óvoda mellett. Azért, tehát, hogy nem mindenki kígyó szakértő, meg mit tudom én, ilyen amatőr terrárium építő, meg ilyesmi, azért összecsinálhatja magát az ember, hogyha ilyesmivel találkozik. Egyébként volt nemrégiben egy olyan eset, hogy egy lépcsőházban valaki ment hazafelé, és hirtelen a fejére esett, vagy a nyakába esett egy sikló. És egy nagyon kedves, nagyon sikló volt, tehát hogyha már egy után olvas az ember a Wikipédiának, akkor kiderül, hogy nem sok vizet zavar szegényke, meg hogy inkább neki van. Igen, most gondolom már nekem, hát én meghalnék. Aki fél tőle, hát ugye az a szívinfarktus is kaphat. Igen, nekem egy 10 centis sikló is ízét okozna szívinfarktus. Zoli, köszönjük szépen, tehát 112, és akkor te jössz. Így van, téged hívjanak, ne a Szilágyit, mert lerabolja meg a piacot. Szevasz, na akkor vissza a játékhoz, Rajmund itt van már velünk, szia, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Már is mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni.
Brenda. Ó, oh, hát a klasszik gyakorlatozás. Ja, persze, oktatják a kis Lukot. Raki. Annyira jó hang van, akkor olyan hangok, amiket meghallasz, és rögtön tudod, hogy miről van szó. Hát vagy valaki most éppen a húspompóval próbálja meglopni az áramot, és lehet, hogy ilyen a kis hangja, amikor áthúz. Az első egy percig fáj, de utána már a nagyon persze, jó. Az mamu. Na rajlód, akkor belehallgatunk, hogy mi ez. Rendben. Áj, ne másért. Magyar népmesélés. Hát az, az, az. Mátyás király és az okos lány. Imádtam. Jó ide, jó. Figyelj, Rajmund, nagyon nem is tudunk mit kötözködni, meg nem is akarunk. Tényleg zseniális voltál, mint ahogy egyébként maga a rajzfilm sorozat is zseniális volt, hogy Jankovics Marcellnak a nevéhez fűződik, mint annyi más János Vitéz, a Fehér Lófia, egyszerűen fantasztikus, fantasztikus emberről, és egy nagyon-nagyon tehetséges emberről van szó, aki legutóbbi az ember tragédiáját csinálta meg. Vagy készítette el, formálta meg. Rajmund, küldjük neked az ajándékcsomagot, nem kell belőle semmit kivenni, gratulálunk, úgyhogy jó legyél, szevasz. Szia, szép napot, jó hétvégét, köszönjük, szia. 4 perc múlva 8 óra jövünk a friss hírekkel, aztán megjövünk vissza. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Hoppá! 9 perccel múlt el 8 óra. Hello! De jó, sziasztok! Hello. Picit csak, bocsánat, csak egy kis szőszemény, nézzük éppen itt a mokkát, és nagyon jól vannak egyébként felöltözve. Érdekes a kontraszt, amikor Demcsák Zsuzsa és Vujic Tritko ülnek egymás mellett, mert az egyikük flamenco táncosnőnek öltözött, a másikuk pedig egy kubai gerillának. Hát, és mennyivel szívesebben nézem a táncosnőt. Jó a gerilla. Most miért, amikor ti nektek közös műsorotok Csegevara is bejött. Van a főnökkel, hát akkor ja, hát igen, persze, hogy van. Néztek ki, érted? Na, hát ő jól, te meg? Így van, ja, ki. Meg ahogy hívják a panel proli. Hát azért, Zsuzsi, no. Jó, ugye? Azért, 86-as moson udvaron mérik a sebességet egy vajszínű Volkswagen Transporter bőlös stampó írta. Karambol, de rég olvastam ezt így. Stampo, stampedinek a rövidítése? Szerintem igen. Jól érzékelem? Karambol az Andrássy Izabella sarkán a Hősök tere felé, troli félig a kereszteződésben, Kistehre utó az oldalán, két sávon keresztben. Imi, ez hosszú lesz. Komlón, Kökönyösben baleset, rendőrség tűzoltó kint a MOL benzinkútnál. M0, 6-os úti csomópont elesett, Böhönye Mesztegnyő között kamion az árokban félpálya lezárva, csülök. Nagyon köszönjük, mind-mind hasznos volt, úgyhogy írhatjátok még a többit is, jobbulás, mi van mellé jön? Nem, jó helyre jön. Nyerd le. Ja, abba az irányba jött ki, amerre szántam. Nem szabad visszafolytani. Nem, abból csak baj van. Én ezt egyszer mondtam a Somának, hogy Soma, kicsim, tudod, ha alul, ha fölül, nem szabad, mert baj lesz belőle. Azóta nem tudod megállítani. Így, legalább nem lesz haspályos a gyerek. Puff! De mondom, életem, vendégségben vagyunk és az asztalnál. Mondják egyébként, én ezt nem tudom megerősíteni, mert soha nem voltam még Japánban, meg Japán asztaltársaságban, de hogy náluk például a böfi az elismerésnek a jele. Tehát, hogyha tetszik a háziasszonynak a kosztja, hogy hívják az oroszlónak a testvére, akkor böfögél, mert akkor ezt ő elismerésként veszi. Aha. Tehát, hogyha egy jó tál mizóleves után, vagy egy kis sushi után, elevesztesz egy hosszút, akkor azt mondják, hogy na igen, ez ízlett ennek a gyereknek. Én egyébként egy elfcsetintéssel is beírem, hogyha vendégek vannak nálunk. Nem kell ugye ezt csinálni. Más a világ, mindenről más gondolunk, és ez ettől szép. Más a kosztja. Például a most következő sztoriban is az a szép, hogy van, aki nagyon csúnyán elítéli, van, aki pedig hallelujász, hogy végre ilyet is lehet már látni az interneten. Az internet népe háborog ezen most már néhány napja, ugyanis kikerültek olyan fotók a hazai ruttánc művészet nagyasszonya. Ezt a szót, jaj, de drága vagy. Nagyasszonyáról, ami után nagyon sokan elkezdtek háborogni, hogy miért kell ezt megmutatni, miért kell egyáltalán ilyet csinálni. Pirner Almáról van szó, aki ugye annak idején hát a keményebb műfajból a lazább felé indult el, ezt elmondhatjuk róla. És mitként műfajban maradandót alkotott. Így van, és most már vagyok rá azért a bizonyíték. A ruttánc világbajnok lett, az előző életéről Jani tud beszélni. Így van. Igen. De és nem, még sokan szeretem. De nem akar. És ő volt az, aki megteremtette hazánkban a ruttáncnak azt a fajta nimbuszát, ami
ami kellett ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, hogy ez nem egy alpári férfi szórakozás. Fúj! Különböző klubokban, ahol a bugyipészt dugdossuk be a bugyikba, hanem ez egy nagyon komoly sportág, versenysportág. Pontosan így van. Egyrészt iszonyatosan látványos, és hihetetlenül látványos, ezt mindig ránk szólnak, hogy ezt az iszonyatosan használjuk jelzőként, mert hogy az inkább igen, az dehonestáló. De igen, fantasztikus látvány is, és hihetetlenül jó sport is egyben. Így van, ez ezért, ezért is mindenképpen hálásak lehetünk az almának. Így van, látszik is rajta egyébként, hogy nagyon komoly nagyon sport múltja van. Szempont 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen Playboy-os címlapos fotózós történet, tehát ott azért az egy nagyon komoly szett. Na hát az van, ami almánkkal, hogy 8 hónapos áldott állapotban van, én nem szeretem a terhes szót, ugye egy anyai örömök elé néz, és Nánási Palkót, mindenki Palkóját megkérte, hogy nem csinálna-e róla egy fotósorozatot. Megfotózná Palkó. Fotózta. És Palkó hát egyébként úgy fotózta meg, hogy betérdelsz, tehát elhőzött, azért a csávó jó, nagyon jó a srác, de nagyon jó az alma is. Itt már fölvetődik az a kérdés, mert én azóta kapom, mióta kétszer terhesek voltunk a feleségemmel, így nem, mondom. Nem, ő volt terhes feléke, nem tudom, voltál, tudod. Kétszer terhesek voltunk, te ő sokat mondja tettél, meg itta. És egy rohadt fotót nem voltál rólam hajlandó csinálni, béka, azóta ezt hallgatom, 7 és 5 éve, hogy miért nincs nekünk olyan fotónk, ahol ő cukin fogja a gyönyörű hasát, ahol én szerelmesen átölelem, mi ezt elhagytuk. Hm. Mert én egyébként nem szeretem. Mert ti nem vagytunk megélhetési celebek, hála jó Istennek, mert de az rájuk jellemző. De most ez egy másik dolog, odáig még nem is jutottunk el. Ebben a dologban várjál, hogy egyrészt csinálsz-e ilyen fotót, hogy cuki-e, hogy aranyos-e, hogy ott szerinted csinálsz otthonra. Az archívumnak. Aha. Szerintem az arra jó például. Tehát itt tegnap kaptunk például selfie-botokat, ez azért nagyon jó, mert például hogyha annak idén kaptunk volna selfie-botot, akkor belefértünk volna mind a ketten a képbe, mert hogy Móni például több mint 20 kilót, 80 kiló felett volt a virággal. Hát a virág az olyan 3580 grammal született, meg 52 centivel, tehát nem volt egy kis baba. Uh-huh. Meg is szenvedte szegény a szülés, mármint nem a gyerek, hanem inkább Móni. Ő már nem emlékszik rá. És én nem úgy emlékszem, hogy így nagyon élvezte volna a szituációt, főleg az utolsó 1-2 hónapban már Móni szegénynek már nem volt lehetősége kényelmesen feküdni. Jobbra dőlt, balra dőlt, szörnyen érezte magát, hatalmas volt a hasa, és ő nem érezte azt, hogy szerintem, hogy abban a pillanatban őt meg kellene fotózni. Ugyanakkor meg van olyan barátom, akinek a felesége kifejezetten igényelte azt, hogy készítsenek róla művészi igényességekkel ebben az áldott állapotban képeket. Aha. Mert hogy persze jó esetben többször is, nálatok akár 4-szer is, de van, ahol mondjuk csak az életben egyszer történik egyszer meg ez a csoda. Nézek. Igen, az is nagyon szép, például most az egyik rokonnál készült olyan fotó, hogy előtte, utána, de ugyanaz a pozíció, fekszik a hátán ugye az anyuka, még a nagy pocakkal fogja a nagy pocakját, és utána, a szülés után ugyanúgy fekszik az anyuka a hátán, de már a gyerek kint van a hasán. De édes. Oda van téve. És ráadásul úgy tudom, hogy az új boiler is látszódik. Igen, világos, hát azt is meg kellett mutatni valaki valahol, tehát ez is szép lehet. Na, De a nagy kérdés az, hogy megmutatod ezt a nagy közönségnek. Igen, meg a másik pedig az, hogy itt azért ezek a fotók, amiket a Palkó készített az almáról, azért ezek a fotók, ezek azért erotikusak is egyben. Igen. Szóval ezekben azért picit több van, mint hogy megmutatom a világnak, hogy én egy büszke, várandós anya vagyok. És én felmentem a honlapra, és úgy, igen, de hogy én nem tudom, szóval szerintem a szexualitás ebben az esetben szerintem olyan valahogy valamennyire így, én azt gondolom, hogy így ilyen kerülendő cél. Tehát, de hogy miért? Hát te érted, is szexuál. Tehát, hogy a Kismama magazinba készültek volna ezek a fotók, és tényleg csak dokumentálva azt, ami történt, azt a csodát, ami történt az almával, akkor az úgy rendben lenne. De hát itt azért, bocsánat, a Newsis magazint alapvetően nem azért veszi meg az ember, meg nem azért lapoz bele, hogy... De nem az lehet, hogy meg kell mutatni azt, hogy egy áldott állapotban lévő, bocsánat, egy terhes nő asszony is lehet gyönyörű. Szexi. De hát tudjuk, hogy azért ilyenkor a nőknek a biológiája azért ez megváltozik. Én hallottam olyanról, hogy ilyenkor még jobban. Na, mindegy, de megkérdezzük Pirner Almát egy nagy tapssal. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Na, mi közben próbáltuk fejtegetni ezt a dolgot, hogy... És gratulálunk, és gratulálunk egyben, és gyönyörű vagy, és nagyszerű, és fantasztikus. Nem is ez a kérdés. Miért kellett megmutatni ezt így és imígyen? Igazunk van-e, amikor azt mondjuk, hogy te azt akartad ezzel bizonyítani, hogy egy anyuka, egy leendő anyuka, egy kismama is lehet szexi? Ez volt benne? Vagy azt akartad megmutatni ezekkel a képekkel, hogy te nem híztál egy grammot sem, és ugyanolyan gyönyörű stramnő vagy, mint előtte? Vagy mi?
Több szempont is közrejátszott. Az egyik nyilvánvalóan az, amit mondtatok, hogy igen, szerettük volna megmutatni azt a fotókon, hogy attól, hogy valaki várandós áldott állapotban van, ami szerintem egyébként a legszebb női szerep, attól még ilyen is lehet nagyon nőies és szexis, hiszen én nem gondolom, hogy ez a két dolog kizárja egymást, és nem gondolom, hogy egy nő nem élheti meg ilyen fokon is a nőiességét a várandóság alatt. Ez volt az egyik dolog. A másik az, hogy az én testem is megváltozott, tehát ne hitegessük azért magunkat, nem úgy nézek ki, mint az előtt, nyilván ez természetes, tehát 9 kilót én is híztam az elmúlt időszakban, és még van 3 hetem hátra, amit én föl is vállalok. Nyilvánvalóan is. Szerintem kell a gyereknek. Majd erős még egy-két mondatot azért mondjuk. Igen, Alma, bocsánat. Nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy minden kismamának így kell kinézni, ahogy nekem. Én nem ezt szeretném ezekkel a képekkel sugallni, hanem én a saját utamat szerettem volna bemutatni. Hogyha valakinek olyan alapjai vannak, mint nekem, én nyilván 20 éve mozgással foglalkozom, akkor azért ez nem egy olyan állapot, ami olyan szinten megviseli a testet, amit takargatni kellene, vagy szégyelni. A másik dolog, ami hozzá tartozik, hogy Palival mi 10 éve ismerjük egymást kereken, és pont 10 évvel ezelőtt csinált az első Newsweek magazin címlapomat. Igen, ezt mondtuk is. Igen, ezt mondtuk is, hogy mind a ketten nagyszerűek vagytok, saját szakmátokban, és a fotók is gyönyörűek. Nekem... És amikor ugye megkeresett ezzel a felkéréssel, hogy ő szeretne rólam kismama képeket készíteni, akkor én abszolút rábíztam magam, és azt mondtam, hogy igazából dönts el akkor ő, hogy mégis milyen stílusban szeretne fotózni, mi az, amit szeretnének a képek tulajdonképpen jelenteni. Ő azért nagyon sok kismamát fotózott az elmúlt időben, én azt gondolom. És így jött tulajdonképpen a választás a művészi fekete-fehér aktokra, ami én azt gondolom, hogy erről azért nem érdemes vitatkozni, mert a művészet is olyan, mint mondjuk a ízlés, vagy igazából a divat, hogy ez teljesen szubjektív dolog. Persze, hát ez nem baj, a gondolatokat ébreszt egy fotósorozat. Sőt, nem baj ez. Igen, van, akinek nem. Ami még ezt hozzátartozik, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy én 16 éve színpadi előadó művészként dolgozom. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk egy idézőjelben hétköznapi nő vagyok, aki csinál egy aranyos kismama sorozatot, és mondjuk elrakja a polcra, és megmutatja a férjének. Tehát gyakorlatilag én modellként, táncos nőként, illetve tánctanárként dolgozom, és a nőknek pont a nőiességet, az erotikát tanítom. Tehát azt gondolom, hogy ez az én életembe, az én szakmámba teljes mértékben belefér, hogy ilyen képek készüljenek. Kicsit érzem a dühöt a hangodban, mert mi gyakorlatilag ugyanezeket mondtuk el, az már más nyilván, hogy véleményezhet az ember így is, meg úgy is egy fotót. Én így gyorsan végig görgettem az albumot már, ami ugye elérhető. Hát a fotók gyönyörűek. Belőle is gyönyörűek a fotók. Van egy-két olyan, amin az internet népe például háborog, nyilván ugye tudjuk, hogy az mindig arc nélkül és nick némen, tehát álnéven teszi, de hogy miért kell széttenni a lábadat, itt az egyik képen, amikor éppen hanyat fekszel, és az egyik lábad egy magasabb kockán van, a másik pedig oldalt egy másikon, hogy ezt miért kell. Abszolút értettük azt a dolgot. Igen, ez erotikus töltete a kérdés, mert alapvetően, tehát, hogy az egy percig nem kérdőjelezzük meg, amikor megnézzük ezeket a képeket, és szerintem senki nem kérdőjelezheti meg, hogy ezek tényleg nagyon igényesen elkészített képek, és te gyönyörű vagy, csak hát van egy olyan erotikus töltet, ami nem biztos, hogy ez az áldott állapothoz mindenkinek. De az erotikus töltet is egy olyan dolog szerintem, hogy kiben mit ébreszt ez a dolog. Tehát azt azért rakjuk tisztába, hogy amikor a Pali fotózt ezeket a képeket, ő is gondolt valamire. Amikor én pózoltam, én is gondoltam valamire, hogy szeretnék egy olyan állapotot megörökíteni, ami lehetséges, hogy az életemben egyébként soha többet nem fordul elő. Az, hogy az internet népe, vagy a legtöbb ember, vagy a teljesen mindegy, egy bizonyos százalék az embereknek a fotók láttán milyen gondolatai támadnak, akár szexualitással kapcsolatban, akár bármi másra, ez az a mindenkinek a magánügye. Ja, így van, persze. Így van. Tehát, hogy ami lehet, hogy nekem szexi, az neked nem, vagy ami lehet, hogy neked szexi, az nekem nem. Nekem még mindig nem az jut eszembe a képek láttál, hogy hú, úristen, de pervez, de erotikus vagy, de szexi. Sokkal inkább az, hogy egy önbizalommal teli állapotról beszélünk, ami sugárzik a fotókon is, és hogy ez lehet ennek művészi értéke, meg lehet ez gyönyörű. Nyilván ez Palinak is ugyanez jutott eszébe. Az, hogy más meg mivel kapcsolatosan háborog, hát ez az ő drámája. Ez nem is érdekel, tök jó. Igen. Ez a legjobb. Hogy vagy egyébként? Remekül, köszönöm szépen, remekül vagyok. Ezt előre felírta ezt a kérdést. Igen, ezt ide az aljára, nem ezt Laci, mert ez nekem egyedül nem jutott volna eszembe. Laci adta ezt a kérdést. Hogy vagy, hogy éled meg az anyaság gyönyörű perceit? Én mindenkinek ilyen várandóságot kívánok, mint ami eddig nekem volt. Most már tényleg nincs sok hátra, és eddig lekapogom, hogy minden a lehető legzökkenőmentesebben megy. A pici is remekül fejlődik, sőt, nagyon nagy
ahhoz képest, hogy mindenki azzal talált meg, hogy ugye ahhoz képest, hogy nem hisztem olyan sokat, illetve sportoltam a 8. hónap végéig, hát gyakorlatilag 3 hét alatt 1 kilót hízotta. A kicsikén tegnap voltam pont ultrahangon. Bocsánat, nyugtass meg minket, hogy ez a 8. hónapig való sportolás, ez azt jelentette, hogy ugyanúgy pörögtél a rúdon, mint ahogy egyébként akkor, amikor még nem voltál terhes. Nem, tehát amióta várandós vagyok, egyáltalán jó. Nem úgy táncolok, tehát ezt rögtön abba hagytam, de 6. hónap végéig tanítottam, tehát táncórákat tartottam, illetve a 8. hónap végéig saját edzéseimet csináltam, ami nyilván egy szintfenntartó edzés, tehát nem arról szól ez az időszak, hogy most kell megváltani a világot, hanem arról, hogy ez ugyanúgy lehet mozogni, ugyanúgy lehet edzeni, hiszen ez a babának is nagyon jó tett. Na, akkor itt megint előjön egy kérdés, és akkor ebben is várjuk, hogy mondjál nekünk egy véleményt róla. Hogy te azt mondod, hogy persze, oké, tornáztál, de azért nyilván visszafogottabban, meg egyfajta kismama tornát nyilván felkészülve a szülésre. Arra mi a véleményed, amikor azt látod, hogy mondjuk olyan emberek, akik a fitnessiparban dolgoznak, vagy adott esetben mondjuk volt néhány héttel ezelőtt, vagy hónappal ezelőtt volt egy fotó, ami nagyon kicsapta biztosítékot szintén az internet előtt, egy crossfites lány súlyzó, egy kétkezes súlyzóval googolt úgy, hogy hát legalább a 7. vagy a 8. hónapban volt már. Hogy mit gondolsz azokról a nőkről, akik nem hajlandók úgymond tudomásul venni, hogy ők éppen más állapotban vannak, és gyakorlatilag ugyanazzal az elánnal tolják, és ugyanaz a cél, hogy ne legyen rajtam egy deka zsír sem. Erről mi a véleményed? Nézd, én azt gondolom, hogy senki nem tolja ugyanazzal az elánnal. Tehát lehet, hogy ez egy külső szemlélő számára úgy néz ki, hogy a crossfites lány nem tudom, hogy mennyi kilóval guggolgatott, de alapvetően ő sem úgy ez, mint azelőtt. Az nagyon fontos, hogy mi nem látunk bele ezeknek az embereknek az életébe, mint ahogy nyilvánvalóan a legtöbb ember az én életembe se lát bele, hogy én hogy éltem azelőtt, és hogy élek most. Tehát az a baj, hogy a legtöbb nő is például, aki várandós, összehasonlítgatja magát azokkal az élsportolókkal, akiknek a mozgás az életük, és mondjuk várandóságuk előtt 4-5 órákat edzenek naponta, és mondjuk benne van 10-15 év munka a testükbe. Teljesen másképp működik egy ilyen test, nyilván a várandóság alatt is, illetve én azt gondolom, hogy azért a legtöbb anya, vagy legtöbb várandós nő van annyira felelősségteljes, hogy konzultál az orvosával. Mint ahogy én is konzultáltam, és amikor az orvos azt mondta, hogy ezt vagy azt csinálhatom, edzhetek, akkor edzettem. Most, hogy meg azt mondta, utolsó 4 hétben már ne sportoljak, csak sétáljak. Most nem is sportolok, de már nem is kívánom az utolsó 3-4 hétben nyilván, mert már azért nehézségekkel küzdködnék a mozgás terén. Tehát ez fontos, hogy nagyon könnyű pálcát törni emberek feje fölött, de senkinek sem ismerjük a múltját, meg az életét, meg a testét, és azok az alapok, amiket akár élsportolók, vagy akár például én is tényleg 20 év mozgással lefektettem, az most nagyon meghálálja magát. Ez biztos igaz, itt nem is rólad van szó elsősorban, csak Janinak is, nekem is van olyan élményünk, amikor akár közös, akár nem közös ismerősünk úgy indult neki ennek a szülés sztorinak, hogy ő bizony nem fogja elrontani az alakját a gyerek miatt, és konkrétan nekem van olyan ismerősöm, aki 1 grammot nem volt hajlandó hízni a terhessége alatt, inkább nem evett, és ilyenkor fölvetődik az a kérdés, mert mi mind a ketten egyszerű agyú férfiak vagyunk, elnézést János, hogy magammal ragadtalak ebben a sztoriban, de hogy mi azt gondoljuk, hogy a gyereknek odabent szüksége van a tápanyagra, amikor bent van. Érted? Ez így van. Tehát te elmondtad, hogy te híztál 9 kilót, és akkor ezzel nekem így már nincs is problémám, itt Jani inkább arra próbál célozni, hogy van egy csomó olyan nő, aki azt mondja, hogy már pedig ő nem fog elhízni a gyerek miatt. És hát azt tudjuk ugye, hogy alapvetően ez hatása lesz a nőnek a biológiára és a nőnek a testére is, és emiatt mondjuk, ne adj Isten, mondjuk nem lesz teje. Például. Igen. És azt meg mindenképpen a gyerek issza meg a levét, illetve nem. Ez így van, de azért azt se felejtsük, hogy hány olyan nő van, aki azt gondolja, hogy nagyon jó anya már a terhesség alatt, hízik mondjuk 20 kilót, és ugyanúgy nincs teje. Tehát, hogy azért itt egy csomó olyan dolog is benne van a háttérben, én nem pártolom azt, hogyha valaki széthajtja magát a várandóság alatt, mert ez nem az időszak, amikor teljesítményt kell növelni, tehát ne értsük félre egymást. De szinten kell tartani, abszolút értem. De igen, de hogyha valakinek azért van egyfajta múltja, sokkal rosszabbat tesz azzal, hogyha leáll ezekkel a dolgokkal a várandósága alatt nyilvánvalóan, hiszen a test is megszokta azt, hogy van egyfajta terhelés a szívnek, az oxigénellátás, egyebek, ami egyébként nagyon jót tesz a magzatnak is. Itt mondom, nem a crossfitesekről beszélek, tehát ne értsük félre. Nem, igazad van egyébként. Nagyon sok olyan dolog van egyébként, amikor azt gondolja valaki, hogy minden megtett, és óvta végig a magzatot 9 hónapig, nem emelt meg egy szatyrot se. Hát jó, aztán nyilván is megtörténhet nyilván. Alma, a baj meg így is megtörténhet, mondjuk egy koraszülés, vagy bármi egyéb dolog. Bármi megtörténhet. Alma, ezek a fotók megjelennek majd valahol nyomtatásban, vagy ez most neked készült, meg Palinak? Ezek nem jelennek meg, tehát ennek nem az volt a célja, hogy mi ezt bárhol megjelentessük, ennek pont az volt a célja, amiről már beszámoltam előbb, illetve azt, hogy ezt
eltegyük emlékbe, hogy ilyen is volt. Aha, aha, értem. Lesz olyan, hogy amikor megszületett a kicsi, akkor egy újabb sorozat, ilyen pocakör, a fekvős, meg egyebek? Azt szeretnénk természetesen, igen, majd újszülött képeket is. Reméljük, hogy ez sikerülni is fog esetleg egy pár nappal, vagy egy-két héttel a pici megszületése után, mert állítólag ezeket az újszülött képeket akkor jó megcsinálni, aha, tehát akkor ez igazi. Igen, mert pár év múlva már ugye nem lesz újszülött. Hát így van, de nem csak emiatt, hanem amiatt is, hogy akkor még más pózokban tudjuk őket fotózni, mint mondjuk pár hetesen. Ez könnyebb kicsavarni olyankor a kezét. Igen, mert a kis Lacka 18 évesen, mert ne feküdjem az anyját. Alma, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, akkor nagyon szép heteket kívánunk még. Aztán, én is köszönöm. Ahogy szoktuk mondani, egészséget az a legfontosabb ilyenkor. Dinamikus tolófájdalmakat, és utána pedig gyönyörű anyaságot, jó? Köszönöm szépen, köszönöm. Nagyon szívesen, puszi, szia, vigyázz magadra. Puszi, sziasztok, sziasztok. Na, nagyon jól állt hozzá egyébként, nagyon jól állt hozzá. Igen, picit ott elmentünk egymás mellett, hogy mi alapvetően itt az egózós nőkről beszéltünk, akik tényleg nem hajlandók két grammot se felszedni magukra csak azért, mert hogy ők milyen jól néztek ki a szülés előtt, és ők ugyanilyen jól szeretnének kézni a szülés után is. Anna, te mennyit hisztál? Minden hónapban 1 kilót, tehát 9 kilóval zártam. Az a jó, zártam, azt mondja, az jó, ugye? Hát, az csodálatos. És túlhordtad a gyereket 36 hónapra jött. Nem, 36 hónapra. Mi vagyok, egy elefánt? Ne vicceljön már. Nem, ebben 40. hétre megérkezett a kis dead. De te fogyókúráztál? De, odafigyeltél? Odafigyeltem. Odafigyeltem, a fogyókúráról szó nem lehet, amikor egy... De nem zabáltad túl magad, nem. Hát nem az volt, hogy bármi. Nem hogy voltam kívános. Hogy hajnali 3-kor, hogy Péter, tejszi havat, picskoltát, nem voltam kívános, nem volt nekem... Hazd be a disznótarast! Nem volt ilyen. 8. hónapig dolgoztam, ugyanúgy tettem a dolgom, mint ahogy most. Tehát, hogy semmi, nem, hát nyilván én azért erre úgy utána leálltam 8. hónapban, mert föl kell azért arra készülni lelkileg, hogy az embernek megváltozik, aha, az élete. Egyébként ezek a címlapfotók állapotosan, Demi Moore-ral indult ugye annak idején. Utána a Claudia Schiffer, Halle Berry, ő nagyon ízlésesen, ő egy ilyen szatén fehér ruhába volt címlapon, az hát nagyon pikáns volt. 10 évente változnak ezek a trendek. Nem én mondom, ezt mondják ilyen divattal. Megmutatod, vagy igen, nem? Igen, megmutatod, nem mutatod meg. Kicsit eltakarod magad, kitárulkozol. Ezek ilyen 91-90 óta vannak címlapon ugye a sztárok, a Demi Moore-tól indult, és 10 évente látod, változik a trend. Látod, ez is milyen érdekes, hogy Demi Moore megcsinálja, akkor a világ az, hogy de jó, ha egy hazai celebritást csinálja meg, akkor az meg, kimutatta még Gombos meg Edina. Rengeteg, a Britney Spears-től elkezdve. De magyarok közül. De milyen mondjam, mondjuk minden híres ember magyar származású. Egyébként a Britney is, mint tudjuk. Szóval tök érdekes ez is, hogy ha magyar csinálja, akkor más a megítélése, mint a külföldi. Nekem nincs vele nagy bajom. Ez egy kicsit most az Almáé, az nekem sok volt. Sok volt. Nekem, Ákosti igen. Csináltatok? Nem, Ákosnak kevés volt. Én saját magamról nem, mert... Erre gondoltam pedig, hogy te előtte, utána. Pedig olyan kis csinyár vagy. Egyébként készültek, de én készítettem a feleségemről. Aha. Ez egy ilyen saját magunknak tényleg eltettük otthon albumba. Nem mutattál az a Facebookának se? Nem, senkinek. Senkinek. Facebook profil. Egyet adjál már, legalább az Instagramról, kevesebben van. Tényleg? Na. Alig 40 ezer, vagy mennyi most az Insta 50? Persze, semmi. Exkluzív fotó. Exkluzív. Na jól van. Egy fontos közlekedési info, M7-es Budapest felé baleset a 23-as kilométer után, és fejtetőn van az autó, rendőrmentő tűzoltó a helyszínen, torlódás várható Basa 138. Köszönjük szépen, jöhetnek az információk, és jöhetnek a sporthírek is Ákossal. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hogy hívják? Igen, a szutykosokat jobban szereted? Jó, na mindegy, hát ez van. Hát ízlésük és pofonok. Nekik is becsúszott annak idején egy-egy, de hát ez van. Aztán behozták a meleg víz. 2 perc múlva lesz 3:49. Gyorsforgalmi úton befelé a D-porta után Pest felé kerék nélküli utánfutó. Kifelé a D-porta lámpánál tanulóautó plusz személyautó kocs belső sáv. Vigyázzatok magatokra és másokra, Erzsi. Figyeljetek el, rettenetes idő van kint, tehát hogy borzalmas, undorító, visszataszító, kikérjük magunknak, aki csak teheti, ne nézze ki az ablakon, kéve autóban ül. M5 áll a Nagybanitól. M3, 43-as kilométer. Itt volt egy baleset, de már csak kisebb lassítás. Várható a külső sáv. Szabad. Vértes Boglára, Bicske felőli nagy kanyarban baleset, a forgalom egyelőre áll. Kocz Debrecen, Hajdú Böszörmény között a 35-ösön helyszínelnek a Yardok.
Csoki Guru írta ezt nekünk, köszönjük. M7-es Budapest felé baleset. 23-as kilométernél autó fejtetőn, rendőrmentő tűzoltó a helyszínen, torlódás várható, ahogy János előbb elmondta, ugye az időjárási viszonyok drasztikus változása meghozta a közlekedésben a nem várt sikert. Sajnos. Atya úristen, és köszönjük, nincs több kérdés. Kormány szóvívőből balra el. Na ez tipikusan ez a stílus. Nem, miért? Hát ez de egy nagyon nem. Szép, kerek, igényesen megfogalmazott mondat volt. Ideig hallottam az agyadnak a kattogását, hogy vajon mi legyen a következő szó, hogy vajon sikerül befejezni ezt a nyomorult mondat? De sikerült. De sikerült egyébként. Megváló szóvívő lenni. 23-as út, 10-es kilométer kamion az árokba borulva, buszos Tibi, tessék. Most jött egy új. Hol látod? Csak így kellett megfogalmazni, és már dobják is. Egyébként pedig, ha kérdésetek van, ugye a következő óra péntek, bizony. Az utolsó óránk, a 9 órás, ez most az őszinte beszélgetés. Könyörtelen őszintességgel feltett kérdésekre fogunk válaszolni, könyörtelen őszintességgel, ha lesz kedvünk. De egyébként válaszolunk minden kérdésre, még a kellemetlenekre is megpróbálunk. Rengeteg kérdés jön. Hát gyakorlatilag 3 hete csináljuk ezt a rovatot? 3 hete csináljuk, minden héten ömlenek a kérdések, és szerintem amúgy, hogy nagyon nem lehet minket így megtalálni azzal, hogy meredek kérdésekre ne válaszoltunk volna. Mindenre. Eddig mindenre, ami bejött. Írhattok SMS 0676450000, de lehet telefonálni is. Így van. És akkor Anna visszahív, aki vállalja ezt, hogy szeretné élőben kérdezni, 0615555000. És akkor meg is dumálhatjuk a dolgot. Na, egy nagyszerű sportteljesítményről akarsz beszélni, János. Nem, te akarsz. Én akarok? Igen. Én akarok, de tudod, én modorosan fogalmazom meg ezt is, mint a közlekedési híreket. Medúza csípésekkel és vágásokkal is célba ért a magyar úszó. Így van a felütése ennek a hírnek. Mányoki Attiláról van szó. Vele egyébként már beszélgetünk. Mányokitól nagyon-nagyon jó arc. Az ország egyik legismertebb hosszú távú úszója, és akkor beszéltünk vele utoljára, amikor mintegy 25 óra alatt abszolválta a Balatont hosszában. Nem kereszt, de hosszában. Igen, mert az uncsi. Egyfolytában. Én megértem ezeket az embereket, akár nők, akár férfiak ők, hogy ez a, átúszuk ugye a Tihanynál, hát azt már sokan tudják. Így van. Rövid, nem kell. Fordítsunk rajta egy kicsit, vagy már hát a Balatonon nyilván. Attila keresztben melegít. És utána pedig elhatározta, hogy a világ 7 legnehezebb tengeri csatornájának meghódítását is ugye ő célba veszi, és most túl van, azt hiszem, hogy a 3. állomáson? Igen, de az talán azt lehet mondani, hogy az egyik legnehezebben, mert hogy egy 42 kilométer hosszú távot sikerült neki, mondjuk 12 óra alatt így meglépnie, illetve megúsznia. Hát jó, mint ki is jött. És hát állítása szerint ez a 42 sem 42 volt, hanem bőven 50 fölött volt, mert hogy olyanok voltak az időjárási viszonyok, hogy össze-vissza dobálták meg. De tudod mit? Kérdezzük meg őt magát erről. Előnézett, másfél úszott. Jó, itt van a vonalban? Itt van Mányoki Attila. Jó reggelt, Attila! Sziasztok, jó reggelt! Attila! Hello. Basszus, honnan beszélsz most? Mert úgy tudjuk, hogy külföldön vagy. Hát most Honolulu-ban vagyok. Na, és holnaptól leszek Los Angelesben. Úgyhogy még élvezem egy utolsó pillanat erejéig a Honolulu-t és a Hawaii-t. Na, jobban szólsz, mint hogy néha beszélünk egy hallgató, mondjuk szerencsről, ő sokkal rosszabbul szól, mint te. Na, hát először is gratulálunk a fantasztikus teljesítményhez, megint letettél egy újabb mérföldkövet. Azt olvastuk az újságban, meg az internetes portálokon, hogy meglehetősen kemény dolgod volt ezúttal is. Így van. Hát nézd, az igazság, hogy így, hogy nekem gyakorlatilag a startot követően már nagyjából egy 3-4 óra után már sötétben voltam, tehát ugye lement a nap és teljesen besötétedett, ez gyakorlatilag ez végigkísérte az egész utamat, mert nagyjából 6 óra után pár perccel, 6 óra 5 perckor indultam, és másnap reggel 6 óra után nem sokkal érkeztem be, és gyakorlatilag nagyjából 11 órát a teljes sötétségben kellett teljesítenem, ami amúgy nyílt óceán úr, úgyhogy ezért nem mi vagyunk itt a tápláléklásznak a csúcsa. Igen, az nem te vagy a tetején. Így azért ez eléggé kemény tud lenni mentálisan. Függetlenül attól, hogy így a biztonsági részről most akár a cápariattól minden egyebet megtettünk, de hát azért mégiscsak egy nagyon-nagyon nehéz dolog mentálisan. A cápariaszt az mit jelent, hogy volt valaki a csónakban, aki fedőket ütőket össze, és azt kérdezik, cápa, cápa, Attila, cápa! Illetve véres húsokat dobált. Mivel ugye az elég rosszak voltak a körülmények, ez azt jelentett, hogy nagyjából 40-50 km/h közötti volt a szél folyamatosan,
illetve 3 méter fölöttiek voltak a hullámok egyenletesen. Gyakorlatilag ilyen körülmények között ugye nagyon nehéz egyáltalán pláne a sötétben észrevenni azt, hogy esetleg felszínre jön. Nem, ez a bokámra volt csatolva egy cápariasztó, ez egy saját akkumulátorral működő eszköz, ami elektromos pulzusokat bocsájt ki, és elvileg zavarja annyira a cápát, hogy nem harap meg. Tehát nem ott van, hogy most akkor elkerülnek mondok valami 100 méteres környéken, ott van, de annyi, hogy legalább nem fog megharapni. Láttál is cápát egyébként? Láttál is, vagy láttatok a kísérőhajóról? Így, hogy én egész végig sötétben voltam, így megmondom őszintén, nem. Egyébként amikor én befejeztem, és azon a helyen, ahol én nekem ki kellett jönnöm a vízből, ahogy sikerült úgymond biztonságosan partot érni, ott az a rész, az tele van tigris cápával, és nem messze tőlünk végül is pont aznap volt is egy ilyen probléma, hogy az egyik helyi embert cirka olyan 50 méter a parttól megfogta egy tigris cápa, és elég csúnya sebet okozott neki. Úgyhogy ilyen szempontból én szerencsés voltam, bár én nem igazán voltam ezzel tisztában, mert nekem csak utólag mondták meg. Jó, az milyen jó, hogy utólag szólnak. A végül volt mögötted 4-20 Attila, csak most szólunk, mert nem akartunk megzavarni úszás közben. Figyelj, akkor ezek szerint akkor nem a medúzák jelentették a legnagyobb veszélyt. A medúza az, hát gyakorlatilag én 4-szer találkoztam portugál gályával, ugye, ami egyébként egy borzasztó fájdalmas dolog. A harmadik, amikor belefutottam, és az egy nagyobb mennyiségű volt, életemben nem éreztem olyan jellegű fájdalmat, mint akkor. Tehát akkor én nekem is semmi olyan gondom nem volt, hogy most esetleg cápa, bár én olyan szinten üvöltöttem egyébként, hogy a hajón lévő személyzet és a kísérő kajakosok ténylegesen azt hitték, hogy igen, most egy cápa megharapott. Keresték is a keresőfénnyel a gyakorlatilag a vért, meg mindent, és meg voltak nyugodva, hogy nem látnak semmit, tehát valami más van. Úgyhogy, de egyébként ez egy nagyon-nagyon kellemetlen dolog volt, csak hát akkor már viszonylag közel voltam a célhoz, és hát maga a célom az, úgymond átlendített azon, hogy most ezzel a dologgal foglalkoznak. Igen, meg lehet, hogy azt hitték a többiek is, hogy ez a célöröm már, hogy látod az alagútnak a végét. És figyelj, ilyenkor egyébként külön védvonallal készülsz a kis Attila elé? Hát, hogy mondjam, azért nagyon nehéz mindenre felkészülni. Tehát megpróbálok megtenni mindent, hogy a lehető legbiztonságosabban esetleg partot tudja kérni. De gyakorlatilag onnétól kezdve ezeket a dolgokat már nem csak annyira befolyásolni, és csak el kell fogadni a helyzetet, tehát meg kell barátkozni a gondolattal, és a lehető legjobbat kihozni az egészből. Figyelj, amikor nyilván te is szoktad így olvasgatni az internetes kommenteket, és hát vagy szoktak mondani, hogy külön ember, vagy éppen állatvaj a troll, amikor olyanokat olvasol, hogy na, és ennek az egésznek mi értelme van, Attila, akkor te úgy elgondolkodsz rajta, tényleg, vagy így megfogalmaz, hogy ha már itt tartunk, ennek az egésznek mi értelme van, Attila? Ugye? Hát nézd, ez egyrészt ugye az, hogy ez minden egyes alkalom egy külön tanulási folyamat részemről. Tehát az, hogy minél jobban megismerjem önmagamat, mi az a teljesítmény, amit ki tudok hozni magamból, mik a határok. És itt nekem nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt én nem verseny. Tehát itt önmagamat kell legyőznem, és a természet erejét kell úgymond legyűrnem. Ahhoz, hogy sikeres tudjak lenni. Szerintem ez az egyik legnehezebb dolog egyébként, mint az, hogy teszem fel, most mondok valamit, elindulok egy versenyen, elérek egy X-helyezést, és utána az alapján ítélnek meg, ugye, hogy jó vagy, vagy nem, de legtöbb esetben csak az elsőre emlékeznek. Tehát úgy érzem, hogy ez egy sokkal nehezebb dolog, mindenkinek elsősorban önmagát kell legyőzni, és akkor lesz jobb, akkor válik jobbá, és ezek által tud minél jobban tanulni is, illetve önmagát megismerni. Most azon felül pedig ez egy olyan jellegű dolog részemről, hogy egy nagy élmény, hogy örömet tudok ezzel okozni másoknak, barátoknak, ismerősöknek, hogy egy olyan jellegű teljesítményt is el tudok végezni, ami ténylegesen nagyon-nagyon kevés embernek sikerült. De ezzel a gondolattal, amivel elkezdtük, ezzel az erővel gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy az ember mit csinál, mert rengeteg mindennek nincs értelme. Minek megmászni az Everestet? Ja, persze. Minek futni egy maraton? Nyilván, persze. Tehát, mi is úgy tettük fel ezt a kérdést. Ilyen dolog van. Persze, de hát szerintem azok az emberek még nem nagyon próbálkoztak ilyen dolgokkal, illetve nagyon sokszor ugye sokkal egyszerűbb azt mondani valamire, hogy nem tudom, vagy nem érdekel, vagy nem akarom. Mint ugye meg nincs értelme, minek úszol, mikor önmagad nem tudod megcsinálni. Tehát világos. Innéttől kezdve, tudod, ez egy ilyen nagyon összetett dolog szerintem, de szerintem, hogyha valaki megpróbál valamit, és az, hogy a saját határait esetleg túl tudja lépni,
és megpróbálja már azzal többletet, mint hogyha feltartotta volna a kezét, és azt mondja, hogy nem tudom. Így is van, meg kicsit példakép is lehetsz, vagy nagyon is. Mi a következő? Még egy mondatot. Én ugye most utazom át Los Angelesbe, és október 5-én fogok úszni Los Angelesnél a Catalina csatornát. Ez Catalina szigetről fogok beúszni Los Angelesbe. Ez is része ennek az Ocean 7, ez a világ 7 legnehezebb átúszásának a helyszínének. Úgyhogy gyakorlatilag most már nekem kevesebb, mint 2 hetem van arra, hogy összeszedjem magamat. És ott egy nagyjából egy ilyen 22 mérföld a távolság, ez nagyjából szerintem ilyen 35 kilométer, ami rám vár. Ugyanúgy éjszaka fogok úszni, mert jobbak a körülmények. Annyi, hogy itt nem tigris cápák vannak, hanem nagy mennyiségben vannak. Fehér cápa. Na, a sokkal jobb a fehér cápa. Én nem tudom, hogy mennyire program vigyázok. Sem mennyire lőnek. Igen, arra mindenképpen figyeljük, arra Catalina szigetről beúszol Los Angelesen, hogy migránsnak nézzenek meg. Attila, köszönjük szépen, nagyon örülünk, hogy beszéltünk veled. Nem ígérjük, hogy minden csúcs után hívni fogunk, de ha a hetes megvan, akkor egész biztos, jó? Nagyon szépen köszönöm, sok és üdvözlök minden barátot. Szurkolunk és büszkék vagyunk rád. Szevasz. Hajrá, csak előre. Sziasztok. Hello, hello, hello. Köszönjük szépen. 6 perc múlva 9 vár és a 3-as ugrás jön. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Tibor, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia Tibi, gyorsan játszunk, mert egy picit csúszásban vagyunk, úgyhogy nyilván ezért jelentkeztél, okay. Hogy játszál, jöjjön az első kérdés rögtön. A dedikált pasztartója, ja nem, mert feket az a nem látszik a dedikálások, úgyhogy nem dedikált. Melyik országban rendezik a következő Eurovíziós Dalfesztivált? Mindig ott rendezik meg, ami a nemzetiségű volt a nyertes. Most Bécsben. Igen, van, ez az! Ez az! Jó vagy, az Tibi. Jó vagy, Tibi. Akarsz tovább menni? Igen. Persze, menjünk tovább. Legyen így. Baseball sakkáért. Milyen sportágban lett olimpiai bajnok 1996-ban Atlantában Kis Balázs? Megkérdezem a kollégákat, jó? Jó, jó. Kérdezd. Kis Balázs, 1996, Atlanta. Kis Balázs, mivel lett olimpiai bajnok 96-ban Atlanta? Kérdezs. Hát gondolkozunk. Hát, igen. Tudom. Nézzétek. Nincs internetem amúgy. Elvetett. Hú. Mondjatok hát valamit, hogy mibe vagyunk mi jók. Úgy van. Nehéz atlétikai szám, ennyit segítünk. Jaj, nehéz atlétika. Na. Kalapa. Új, de már nem lesz a következőre ennyi idő. Figyelj, a harmadik, annyit segítünk, egy filmes kérdés. Mehetünk? Filmes. Menjünk. Na. Figyelj, nagyon egy jó kis filmről van szó, egy igazi filmklasszikusról. Melyik film szereplői Mr. Fehér, Mr. Narancs, Mr. Drop és Mr. Pink? Egy nagy kultuszfilmről van szó. Mr. Pink, Mr. Narancs, Mr. Fehér. És Mr. Drop. És Mr. Drop. Az első filmje volt ennek a nagyon-nagyon híres filmrendezőnek. Fú, nem, attól nem magyarul. Aki videótékásból lett filmrendező, és úgy hívják, hogy Quentin Tarantino. Kutyaszorítóban Quentin Tarantino fantasztikus filmjéről. Ne ostorozz magad, hogy nem tudtad. Vannak még néhányan ebben az országban. Én is csak hülyén néztem, de hát mondjuk azon senki nem lepődik meg filmkérdésben. Indítjuk már is az ajándékokat, mert ugye van egy bummod. Oké. Okay. Tiki-taki, tiki-taki. De szép, de szép íve van! De szépen indult! De szép, és nálam jelez a lámpa, nálad is, Feri, ugye? Igen, Feri, bólogat, gyertél egy ajándékcsomagot. Na, és hát már te megyünk is tovább. És a tanulisos elfogott a táncolk együtt. Lehet, te megiszapolod, mondod a mellé. Nagyon jó étvégét kívánunk neked. Köszönjük szépen, hogy játszottál velük. Szia, sietünk ebben, csúszásban vagyunk. Szevasz, Tibi. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hoztunk valamit? Időben? Hát szerintem nagyon sokat, egy 2 Persze, hamarosan jönnek a hírek, utána pedig a ti kérdéseitek jönnek, jöhetnek SMS-ben, jöhetnek telefonon, az őszinteség fél órája jön. És a galambokat is beengedj. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 10 perc elmúlt, 9 óra, jó reggelt, sziasztok, az utolsó orrejában lépett ma a Morning Show.
Így van. Van még egy csomó izgalmas témánk, még a Best of előtt is. De előtte néhány közlekedési információt, nem pedig egy rövid pöcs. Egyébként tényleg 167-es kilométer kamion az Árokban Hegyeshalom felé az M1-esen, Geri írta nekünk. Friss karambol a Szerémén 3-as és csodaszép új Merci bánta az Egér út felé a kereszteződés előtt. M85, megszűnt az útzár, úgyhogy van jó hír is, Andrássy úti baleset. Oktogon és a Kodály körönt között a Hősök tere irányában van. 23-as út 10-es kilométer, kamion az Árokba borulva, buszos Tibi írta nekünk. Gyors forgalmi kifelé és befelé is a D-portánál van egy kis gubanc, arra készüljetek föl. Na, ezek voltak a közlekedési információk, és most te jössz a kis pöccsel. És jöjjön akkor egy rövid pöcs, mert hogy mi is megmondjuk őszintén, hogy egyrészt nem akartunk így nagy magunkról beszélni, ezért most nem is magunkról fogunk beszélni, hanem egy társaságról, ami nem régiben alapult meg, és nem tudjuk, hogy mennyire gondolták át, vagy mennyire látták azt előre, hogy az ő társaságuknak a rövidítése, az elnevezés, azt fogjuk kiadni így összeolvasva, hogy pöcs. Ez volt fölírva a televízió képernyőre, és megalakult a pöcs, ez van mindenütt az újságban is, és akkor most mondjuk nektek, mielőtt mindenki háborogna, hogy ez ténylegesen így van, pedagógus önértékelési csoport, vagy csoportok, tehát ebből alakult ki a pöcs, hogy nem volt ott tényleg egyetlen egy ember, aki ezt átgondolja, hogy valahogy más nevet, önértékelő pedagógusok csoportja például, mert az már mindjárt öpcs. És abban még, ha akarod, akkor még mindig benne van az, hogy a másik fajta rövidítés, igen, de az öpcs azért mégis. Meg azért képzeld már a szituációt, amikor ott van egy konferencián, és akkor azt mondják, hogy és nagyon szépen köszönjük dr. Hasznos név Vajákos Marian a pöcs képviseletében. Tudod, tehát, hogy az nem, tehát, hogy... Igen, nehéz így. Nem tudom, lehet, hogy nem gondolkoztak, vagy egyébként az van, pedagógusok, akik nem gondolkoznak. Ez már önmagában is egyébként felháborító felvetés. De lehet, hogy azon, hogy ők úgy gondolkoztak, hogy azért adják ezt a nevet, hogy ez verje ki a biztosítékot. Érted? Te undorítóan fogalmaztál meg én is, milyen áthallásos, verje ki a biztosítékot a pöcs. Frákoc, te tényleg túlmész minden határon. Érted? Vagy hogy rázza föl végre a közvélemény. És a pöcs. Csak így gyártjuk a szlogeneket egyiket a másik után. Na, hát ha velünk akarnak kampányolni, velünk akkor, jól járnak. Akkor sikerül. Még pénzt se kérünk érte, csak az arcokat szeretnénk majd látni, amikor először meghallják, vagy olvassák ezeket a szlogeneket. Hát ez van. Na, minden esetre vannak ilyen furcsaságok. Szerintem a jövő héten visszatérünk. Az a baj, hogy most időhiányában nem tudunk róla sokat beszélni, de lehetséges, hogy a jövő héten visszatérünk, majd a jövő héten legyen erre a dologra, és megszólaltatunk valakit tőlük. Na, de nagyon komoly, én eldöbbenten néztem először, aztán rákerestünk, hogy mi is ez a rövidítés, és igen, akkor így most már egészen más. Honlapjuk még nincsen, pedig én megnéztem volna, ott mindig amézik a honlapokon, mindig ott szokott lenni, tudott, hogy ilyen, hanem hogy magunkról. És akkor hogy rákattintasz, és akkor az első, mi a pöcs? Ezt hosszasan ki lehetett volna fejteni. Zseniális. Tehát pedagógus önértékelési csoport, vagy csoportok ez a pöcs, de akkor jövő hétfőn bővebben a pöcsről. Így van. Jöjjenek a hallgatói kérdések, rengeteg van, nagyon sok érkezett, ezt a rovatot körülbelül egy hónappal ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt indítottuk, már volt egy próba a nyáron, amikor azt mondtuk, hogy lehet kérdezni. Igen, de akkor ott nem sikerült őszintének lennünk, aztán sokat jártunk szakemberekhez, és beszélgetünk egymással is, és aztán... Minden megváltozott, tisztelt bíróság, most már jók vagyunk benne, van neki szignálja is, nagyszerű, köszönjük szépen, Zsül, úgyhogy az elmúlt három hét időszaka után azt mondtuk, hogy most is, ma is ugyanúgy álljuk a kérdéseket. Kérdezz, felelünk! Ez az őszinteség órája. Ez már az, ez az őszinteség. Ez már az volt? Na, ez akkor már a szignál volt. Akkor innentől kezdve akkor ne, semmi kamu. Miért sütik kör alakúra a pizzát, ha négyzet alakú dobozba teszik, és háromszög formában eszik meg? Hú, de jó kérdés. Egyébként basszus, igen, már megfogott minket az elején. Egyébként igen, hogy valóban a kör alakot azt tudom, mert a nyújtás, igen, a klasszikus kézi nyújtás, az ugye ökölbe szorított kézre ráborítja a tésztát, és elkezdi fellemozgatni a kezét a pizza nyújtó szakember, és ebből csak kör alak jöhet ki. És ahogy forog, ugyanúgy forog, így van, úgy van, a kis pereme kialakul, ez idáig oké. Okay. És azt utána már széthúzni négyzet alakúra, az macerás. Igen. De egyébként van négyzet alakú pizza, a római. Az
A Rómában úgy csinálják, négyzet alakú. Meg a kenyérlángost is, ami azt lehet mondani egyébként, hogy az a magyar pizza, nem? Hát egy picit más az összetétele. Jó, akkor de... nem, mindegy. Akkor a focaccát tartod az olaszok. Ja, tényleg. Az olaszok. Tényleg. A doboz az meg nyilván a gyártás technológia miatt olyan, amilyen. Tehát, hogy ott valószínűleg egyszerűbb a négyzet alakú dobozokat legyártani, mint a kör alakúakat. Lásd például a kocka alakú dinnya a japánoknál, amit ugye tárolási szempontok miatt, meg szállítási szempontok miatt nevelnek olyan kis keretben, amiben gyakorlatilag kihízik. Így van, és akkor ki lehet tölteni vele a nagy rakteret is. Na, annak idején egyébként voltak például olyan kis emberkék, ez tök fura, biztos olvastátok, vagy ha nem olvastátok, meg úgyse hiszitek el, hogy én olvastam, hiszen nem olvasok, ezt Balázs először tetszett hangsúlyozni. Van például a Nevető ember című könyv, és annak az elején, talán az előszóban olvastam, hogy annak idején a kínai udvarban, a kínai császír udvarban például neveltek az előkelőknek a szórakoztatására törpéket, na megint hazaértem. Hát ezért olvastam a könyvet te. És neveltek például olyan emberkéket, akiket egészen pici korukban beraktak, írd és mond, egy kör alakú edénybe. Aha. És gyakorlatilag ők, ahogy nőttek, kihízták az edénynek ugye a belterét, és ilyen körformájú lett az egész testük. Jaj, nem hát lásd, ugye ott van még náluk ugye ez a lábfej nyomorítás, stb. Az a szexi, a kicsi a lába. Szörnyen beteg dolgok ezek. Hú, de jó, hogy nem vagyok kínaja. Hála Istennek. Na, akkor reméljük, hogy van azért értelmes kérdés is, nem úgy, mint ez. Balázs, jó reggelt! Jó reggelt, hello Feri, szia Jani! Szia! Mi az, ami foglalkoztat téged, ami dübörög belül, ami ki akar szakadni belőled, mint kérdés? Úgy is mondhatnánk, tett fel a kérdést. Januárban újra kezdtem én is a futást, és a Janit szeretném kérdezni, hogy este, amikor elmész és futsz egy ilyen keményebbet, egy erősebbet, akkor úgy hány perces ezrekkel és mennyit fut? Hú, hát én nagyon rossz futó vagyok, azt szoktam mondani, hogy az én kis rövid kis csutka lábaimmal, hogy teszem egyiket a másik után, tehát én nem vagyok valami gyors ember, én 5,5 kilométereket szoktam, hogyha jól meghúzom, akkor lesz belőle. Mit tudom én, 5-20-as végére, aha, meg talán, de hogy én nem, igazából én nem a tempóra építem fel a futásomat, hanem a megtett távra. Az meg megint teljesen változó, hogy mondani szokták, a tempó nem a táv, tehát hogy én minél nagyobb távot szeretnék megtenni, és nem pedig az a célom, hogy minél gyorsabban tegyem meg. És akkor az kb. Hány kilométer így? Hát ez tök változó, mert mit amennyit tudom én, akar, annyit fut le, így van, én 5-nél kevesebbet soha nem szoktam futni, és 30-nál többet sem. De van olyan este, amikor 30-at lefut. Van ilyen, de ezek hosszú távok, és ezek viszonylag ritkán fordulnak elő, mert hogy nem is tudnám nagyon ezt csinálni, én nem ultrafutó vagyok egyrészt, csak egy egyszerű kis hobbista. Másrészt meg nekem általában a félmaratonok a úgymond fő verseny számaim, de hát ez megint olyan nagyképűen hangzik. Mondom, én nem vagyok jó futó, és igazából nem is annyira kedvelem a futást. Azért, úgyhogy most megkérdezd a pornóról, igen, mert abban nagyon jó. Akármilyen hülyén is hangzik, én alapvetően azért futok, ezt már egyébként itt a műsorban elmondtam ilyenszor, mert jó kondíciót csinál is, hogy mivel mellette rengeteg édességet zabálok, valahogy szinten kell tartani magam, mert tudod, ha már kicsi vagyok, kopasz vagyok, csúnya vagyok, még dagadt is legyek. És te mennyit futsz, Balázs? Én legkevesebb 10-et, olyan 10 és 15 között, de olyan 5 perc 10. Az tökéletes. Jó, az teljesen rendben van. Menő vagy. Az teljesen rendben van. De ehhez olyan 56 kiló vagyok, tehát azért könnyen vittem azt. Az jó, aha, az jó. Én is 60 vagyok. Jó, de ő 2,10 méter magas. Ja. Balázs, köszönjük szépen neked. Sok sikert hozzá. Hello. Igaz, hogy a műsor indulásakor eredetileg csak Jani és Balázs lett volna a műsorvezető, és Ferivel nem számoltatok. Üdv Pisti, igaz? Viszont én ben voltam a stúdióban, fogtam a lábukat, és könyörögtem, hogy maradhassak. És így maradtunk. Emlékszel az első napra, amikor bejöttetek a Danubiusba? Igen, de előtte még szerintem hát arról tudnék azért hosszasan mesélni. Sajtótájékoztató. Hogy próbáltam fölvenni a kapcsolatot, hogy srácok, beszéljünk legalább 3 mondatot, mielőtt beülünk. Ó, nem, majd hagyjad. Hülye vagy, ott a sajtótájékoztatón találkoztunk először. Így ismertük egymást nyilván. Megvan az első nap? Persze. Ti kint bandáztatok, akkor is szokás szerint, én már benne ültem, izzadt a lábam, a tenyerem, a mindenem, hogy úristen, jönnek a nagy fiúk, a nagy srácok, és akkor megjöttetek egy mondattal, azt hiszem mindenkit elküldtetek a francba, is kezdődött a műsor. De jó volt. Igen. Így volt. Nem? Nem cáfollak. És nem. Ez azóta tényleg is. Tényleg így volt egyébként, alapvetően a Ferit mi megnyertük, de az, hogy még mindig együtt vagyunk, az azt jelzi, hogy igazából hogy még mindig kapaszkodik. Igen, hogy ki vagyunk békülve a helyzet, de nincsen az immigráns semmi gond ezzel a történettel. Mi nagyon örültünk annak idején, hogy a DJ-ből, ami sajnos akkor tájtált be a földbe, át tudtunk igazolni a Danubiushoz. Tök jó volt.
Jó. Na, úgyhogy ennyi a kérdésre a válasz. Jó reggelt, Morning Show, miért van az, hogy múltkor kíváncsiságból beütöttem a keresőbe, hogy Vadon Jani felesége, és Sebestyén Balázs dobta ki félmeztelenül, amit jön ki a vízből? Hát, na most erre viszonylag nehéz választ adni. Az mindegy, igazából arról van szó, hogy ez Amsterdamban történt egy szombati napon, aztán tavasz volt, nagyon meleg. Nem, figyelj, nyilván össze vannak így kötve egymással ezek a különböző linkek, és akkor így ennyi. Ami nagyobb kérdés, hogy miért érdekes a Vadon Jani felesége? Vagy az enyém? Basszus, tényleg, miért kerestél rá a feleségemre? Ugye? Tehát, hogy miért akarod te a Jani feleségét? Na, erre válaszoljál, hallgató. Tessék, most kapd össze magad. Hát, mert egy elég jó kis milf. Egyébként igen, de most akkor érted. Hát de még számolatlan jó milf van tényleg, a világban. Tényleg. Hogy ez miért ér? Hogy például elkezdesz rákeresni bárkire, én a múltkor... Ki az, aki ez a hülyéhez hozzáment? Lehet, hogy emiatt. Hát, igen. Figyelj, ki ez a nő, aki ezt kibírja? Nem, múltkor elkezdtem valami humoristát... vagy hogy hívják most ezeket, stand-upos, ezeket a fiúkat, meg lányokat. Stand-uposra rákerestem, és ott is az volt, hogy kidobta először a nevet, de a második keresés az volt, hogy a felesége. Hogy ez miért érdekes, hogy ki kivel él együtt? Én is rákerestem már a békára. Ki lehet-e ütni a nyerekből, vagy miért? Jó, mi férfiként. Kíváncsiak a civil életedre, a hátteredre, meg nyilván itt a családtagok szóba kerülnek időről időre a műsorban, és nem is mindig ilyen hízelgő aspektusban, vagy szövegkörnyezetben, aztán lehet, hogy ezért. Aha. De én is egyébként kíváncsi vagyok mindig. Tehát, hogy az ember az ilyen. Attól, hogy ez a munkánk, még ugyanolyan civil gondolkodásmódú emberek vagyunk mi is, mint bárki más a hallgatóink közül. Jó. Engem is érdekel más felesége. Hívjuk fel, hogy miért keresett rá. Engem? Nem veszi föl? Még téged nem érdekel, hogy miért kerestek rá a feleségedre? Hát engem érdekel. Én bízom benne azért, mert olyan szépen beszélek róla, hogy már tényleg kíváncsivá tettem a hallgatót. Tárcsázod, Anna? Nem veszi föl, mi? Na. Kíváncsi vagyok, hogy miért keresett rá Mónikára a kérdező. Érdekes, hogy ez téged jobban érdekel. Igen, engem érdekel. Én akarom tudni, én vigyázok a te Mónikádra. Én ott vagyok neki, ha baj van. Érted? Ha kell segítség. Szilárd, jó reggelt! Jó reggelt, bocsánat, sziasztok! Ma át kell, hogy rakjam a Bluetooth-ról. Jó, csak a jó volt, ne is mondtál, úgy sértjük. Jó van, tervoztok. Jó reggelt. Hello, miért kerestél rá a Jani feleségére? Egyébként ez egy érdekes kérdés, mert szinten kíváncsiságból, de valamelyik, nem is tudom, hogy melyik reggel volt, általában mindig másnap szoktam meghallgatni az előző napi adásokat, és... hallott valamit, nem is tudom, valamikor beszéltetek a Jajnak a feleségére, és utána rákerestem. Aha. És utána a szakadásba történt ki, mert megláttuk, hogy a Sebestyén Balázs jön ki a vízből. Na, hát ez. Figyelj, nem nagyon találsz róla fent semmit, mert én nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy egyrészt semmilyen rendezvényre nem megyünk el együtt, ahol fotósok lehetnek, meg én amúgy sem járok el ilyen rendezvényekre, szerintem a magánélet a szent is sérthetetlen, én nem fogok. Nem is, hogy támadólag, vagy így megfedőleg, vagy kritikaként mondom, én szerintem a két dolgot nem kell összekeverni, egymástól 6-tól 10-ig én közszereplő vagyok, 10 után meg egy civil ember, aki szeretné a saját civil életét. Élni, hát nehéz azért, más. Azt te is tudod, hogy... De így, hogy senki nem kíváncsi rám, így például tök jó. Ja, jó, de Mónikára azért kíváncsi. Egyébként hívom a Balázsra, mert azt hallottam, mert mi reggel, amikor jöttem be a munkába, hallottam... Kifáradt a keddi vonatozás, kikészítette, figyelj, ezt ne tud... Nem, semmi gond nincs, csak tegnap este egy macska követ kakált, és el kellett vele menni. Ja, értem. Mondom, hogy ilyenkorában nem kaptam meg az ízét, a kötelező védőoltásokat, amit a... Na, Szilárd, köszönjük szépen, akkor, hogy beszéltünk vele. Szia. Miért nincs a híreknél bemondva, hogy mennyi az idő? Jó lenne tudni, mert néha csak a rádió van a közelben. Köszönöm, Gábor. Jó, ezt majd a hírszerkesztők őszintén rovadban, jó? De olyan meg, úgy sincs. Oven bácsi és neje utazik fénysebességgel. Mi történik, ha bekapcsolják a fényszórót? Na? Hát nem látnak semmit, mert gyakorlatilag mögöttük marad.
De nem a attól, hogy a fényforrás mennyivel utazik. Igen, de figyelj, ha fénysebességgel akkor utaznak, akkor a fény, ugye? Ha ők fénysebességgel utaznak, akkor a fény nem tudja elhagyni a fényszórókat, hanem ott marad benne. Hát de miért? A fényszóró... Hát mert ugyanakkor a két sebesség. Hát de fénysebességgel megy ő is, az tök mindegy, hogy az mennyivel megy. Ahhoz képest jön ki figyelj, még a fény. Ha azt kérdezted, elől biztos, hogy nem lesz semmi fény, hogyha a hátsó fényszórók is be vannak kapcsolva, azok csíkot fognak húzni maguk után. Mi? Nem jön ki a fény? A fény. A fénysebessége miért ne jön? Az első fényszórókból nem jön ki a fény, mert hogy ugyanakkor a sebességgel megy az űrhajó, mint amennyivel egyébként a fény elhagyná a fényszórókat, de hülyén fogalmazva. Hogy a fényforrás mennyivel megy, hát akkor az de dupla fénysebességgel fog menni a fény, érted? Az alap kiindulási pontja nem tök mindegy. Nem, és gondolj bele, mert hogyha ha fénysebességgel halad egy jármű, azzal a sebességgel, amivel egyébként a fény is halad, akkor gyakorlatilag nem világít előrefele semmit, mert a két sebesség megegyezik egymással. Gyakorlatilag ugyanazzal halad a tárgy, mint megy. A... Mi? Nem megy sem erre. Hát, de ha előre megy, az összeadódik a két sebesség. A fénynek a sebessége, meg a tárgynak a sebessége, amivel megy, nem? Nem. Kioltják egymást. Figyelj, egyfelé mennek. Az egyfelé ható erő felelősíti egymást. Eldobsz egy kavicsot, és te ugyanazzal a sebességgel futsz, amivel a kavics repül a levegőben, akkor az a kavics úgy tűnik, mintha állna melletted. Nem. Ha te futsz 30 km/h és elhajítasz egy kavicsot, akkor a kavics 60-nal fog menni. Igen. De akkor nem állsz a kavics mellett. De azt mondom... Nem. Fizikusok, hívjatok, köszönjük szépen. Nagyon jó kérdés volt, mert kezdünk rajta összeveszni. Szeretem. Adjatok tippet, hogyan közöltétek a párotokkal annó, hogy szeretnétek összeköltözni vele. Sehogy, oda költözött, tudod? Ott nem volt ilyen. Hát mindig nála teregettem ki a vizes ruhát. Tényleg? Nem, marhára nem. Nem, ő költözött egyébként hozzánk. Nálunk ugyanez volt. Ő költözött hozzánk, én eleinte tettem le kísérleteket, hogy hozzájuk költözzek, csak többször volt olyan, hogy a nagymutter bezárt az ajtót, és nem tudtam bemenni, és kint a barátságparkba kellett éjszakáznom, meg hazagyalogolnom, meg ilyesmi, de utána, és ez volt a legnagyobb megtiszteltetés, és azt gondolom, hogy akkor fogadott el igazán a család, amikor a fatertől saját kulcsot kaptam. Ne. Óriási jó, érzés volt. Szép. Így van. Ami ugyan csak a kaput nyitott a bejelentőjtot, nem, de... Jó, de akkor beljebb vagy egyen. De jó volt. Úristen. Szóval nálunk nem volt ilyen a békával. Mi, hogy összejöttünk, úgy egyből minden... Tehát, hogy nem kellett megmondani, hogy gyere, költözi, de mert ott aludt. És kész. Tök egyértelmű volt. Spaláználkodtunk a reggelig. De ez nem tartozik ide. Őszintén, Jani, Feri, igaz? Néha jó így Balázs nélkül, Gyula. Igen. Második kérdés. Lehetünk tovább. Vettem apának ágyas pálinkát. Engem az érdekelne, hogy kerül bele a gyümölcs. Őt az, hogy hogyan lehet kiszedni. Az attól függ, hogyha nagy a körte alakú, tehát ami ugye tele van gyümölcsel, és nem nagyon látod logikusan, hogy azon a kis lukon hogy fér bele a igen. körte. Ott két módszer van. Van, hogy ránövesztik. Az zseniális, igen. Mikor már látják a kezdeményt, fölhúzza rá. Nagyon viccesen néz ki. Fák rajtuk lógó kis üvegekkel. Ez az egyik, a másik pedig olyan, hogy az alján van egy lecsavarható rész, de az a kamu. Az gagyi. Kivenni pedig az összetöréssel, és akkor már is van egy erős alkoholtartalmú gyümölcsöd. Na, akarsz még kérdést? Van még valami olyanunk, Laci? Nincs olyanunk, amit szeretnénk megkérdezni. Köszönjük mindenkinek a kérdéseket. Jövő hét pénteken fog majd folytatódni a történet. Ja, és mosógépet sorsolunk. Hú, nagyon fontos a héten utoljára. Ugye nagyon sok levelet kaptunk mosógépektől. Ezen a héten, illetve már a múlt héten is természetesen gyakorlatilag több ezerről van most már szó. És hát mosógépek írhattak nekünk, hogy szabadítsuk meg őket a munka nyűgétől, cseréljük le őket egy másikra, egy új darabra, hogy ők adott esetben nyugdíjba mehessenek, vagy pedig reinkarnáció formájában új mosógépként születessenek újra. Na, és én vagyok a modoros, a hosszan fogalmazó, mi? Hát azért egyébként évek igen, óta együtt dolgozom, azért csak valamit összeszedtem. Telefonálj, Laci, légy szíves. Az utolsó mosógép, nagyon szépen köszönjük annak a cégnek, aki mögé állt a támogatásnak. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük az öt motyógépet, az utolsót fogjuk most odaadni. Reméljük, hogy ez is jó helyre megy, mert négy már nagyon jó helyre ment. Igen. Jó reggelt kívánok, Jani és Feri a Klassz FM Morning Show-ból. Jézus Mária. Nem, ő nincs itt.
Hát de ha már a nemek közül lehet választani, akkor inkább Feri legyen a Mária. Így van, én szívesen vállalom. Mondasz nekünk egy kereszt nevet? Mert... Mária vagyok. Akkor meg vagyok, Mária vagy, mert mi egy rózsavölgyi Patricia nevű lánytól kaptuk a levelet, és ugye nem írta azt, hogy ki az anyuka, de te vagy. Én vagyok, ugye? Igen. Konkrétan az ő nevelő anyukája vagyok. És hány gyerek van most nálatok? 8. 8 gyereket neveltek, ebből van-e saját? Igen, 2 sajátom van. És azt éreztétek, hogy még 6-ot oda tudtok venni magatokhoz? Én folyamatosan őket nevelem már közel 20 éve. Hát ez nagyon komoly. Figyelj, csak felolvasom én neked a Patricia levelét. Sziasztok, 16 éves vagyok, egy nevelő családban élek. Szeretnék örömet szerezni Pót édesanyámnak. Így írtam, hogy Pót édesanyámnak, egy új mosógéppel. 8-an vagyunk gyerekek, 2 felnőtt viseli gondunkat a nap 24 órájában, munkaidő lejárta nélkül. Rengeteget mosunk, 5-6 adagokat, a gépek is elavulnak, szinte minden második évben kéne újat venni. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy családban élhetek, mert nekünk igazából senkink sem lehetne. Tudom, ők nem kérnének, gazdálkodnak, hogy mindenünk meglegyen, de ezzel egy hatalmas gondot vennék le a vállukról, örömmet csalhatnék az arcukra. És érzem, hogy vannak még segítő angyalok ebben a világban. Édes Isten, nem tudok mit mondani. Nem is kell. Magadra legyél büszke, hogy ilyen lány, ilyen lányod van, mint a Patricia. Mi pedig nagyon örülünk neki, ahogy a hangodból halljuk, nagyon jó helyre kerül ez a mosógép. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mária, nagyon szívesen. Ha csak ennyivel tudunk segíteni rajtatok, akkor szerintem már megértem. Ez nekünk hatalmas segítség, mert pont most azt kellett volna vásárolnunk, és már próbáltuk összedakni rá az árat. De most akkor más tudok venni a gyerekeket. Nagyon helyes, így legalább másra is jut. Jó, és reméljük, hogy egy nagyon jó minőségű gépet kapsz, reméljük, hogy hosszú évekig fogjuk szolgálni mind a 8 gyereket, meg benneteket is. Nagyon szépen köszönjük a gyerekek nevében. Mi köszönjük a gyerekek nevében, amit te... Nagyon meglepett a Patricia is. Látod, milyen tündér. Hát azt hiszem, hogy ilyenkor nincs kérdés, hogy miért vállal az ember még 6 gyereket a sajátján kívül. Hogy miért vagytok ti 8-an. Ilyenkor nincs kérdés. Köszönöm nektek. Puszi! Szia! Nagyon örülünk! Sziasztok. Nagyon örülünk! Szia! Hello. Hát mi is nagyon-nagyon sziasztok! Na, én sem bírok ilyenkor mit mondani, úgyhogy 2 percen múlt el 9:30. Öt perc múlva lesz 9:45. Kedves Rákóczi úr, ez 9-es fizika. Ezen logika alapja, ugye fénysebességes. Mi azóta erről beszélgetünk a zsűrnél, most ott tartunk éppen, hogy a fegyver csövét elhagyó lövedék és mondjuk egy repülőgép anyahajóról felszálló repülőgép között alapvetően nincs különbség. Ez most hogy jön ide? Ja, várjátok, a köztes negyed órát nem hallott. Akkor hagyjuk. Szerintem engedjük el. Viszont valaki van a stúdióban, itt meglepetésszerűen egy Kovács, aki járon. Hello! Hello! Sziasztok, jó reggel! De tényleg, azért látod, tehát hogy hallottad, hogy nincs a Balázs, és úgy gondoltad, hogy akkor neked itt van helyed, vagy mi? Szoktam hallgatni a műsort, csak kicsit messze lakom, tehát mire kiderül, hogy nincs Balázs, és elindulok, ilyenkor szoktam beérni. Megneszeltem, hogy nincs, úgyhogy jöttem. De lesz valami a hétvégén, azért igen, vagy? Azért jöttem, mert hogy eltoljuk egy héttel, ugye? Mit? Hát a D+ Generation, a kis alapítványom, ami a cukrosok teljes életét hirdeti, ez itt a közeli bevásárlóközpont parkolójába szervezett egy kis fun run-nak neveztük el. Aha. Jönnek DJ-k, előadók, körbe lesz a futó. És a Class FM sztárja, így van. Körbe lesz hangfalazva egy a futópálya, és úgy lehet futni kis távokat, ilyen 1 kilométer az első futásom, lesz egy családi váltót, és mindenki 1 kilométeres köröket rohangál, zenében szól a zene, tehát igazából nem egy futóverseny lesz, hanem egy ilyen nagy életigenlő mocorgás, csak hát kinéztünk az ablakon, aha, és hát láttuk, hogy holnap ebből akkora életigenlés lenne, hogy állnánk ketten. És arról beszélgetnénk, hogy ott e rossz, és ezt ugye nem véletlenül egy kaméleon a kabala állata a én kis alapítványomnak, mert nekünk nagyon jól kell, ugye a cukorbetegségnek ez a lényege, hogy gyorsan idomulj a dolgokhoz, aha, tudjál alkalmazkodni, és hát úgy alkalmazkodtunk hozzá, hogy egy héttel eltoljuk, tehát ami ez jövő egyébként szombat. Nem egy rossz ötlet, tehát akkor jövő szombaton lesz a futóverseny, tehát ezt mindenképpen mondjuk el a félvetesek. Nem egy ilyen fun run. Jó van. Ha 1 kilométer, akkor én is megyek.
gyere, maga a rendezvény, a rendezvény, amihez kapcsolódott a futás, az nem marad el, tehát hogy, hogy nehogy valaki esetleg úgy készült, hogy itt tudom, a hétvégén megnézze az Eddát, meg a Klassza Tibit ott abban bizonyos bevásárló. Az egészségnap meg lesz tartva. Az erről nem mondjon le, csak a futás része marad el. Így van. A külső dolgok lesznek jövő héten. Vagy lenne. Ja, hogy bent van a... Persze, persze, csak nehogy valaki miattunk nem menjen oda, és mondjuk lemaradjon egy zseniális Klassza Tibi koncertről. De jó, Jani, Istenem. De így van, így van, ami bent van, az meg lesz tartva, az egészségnap, az meg lesz tartva, és a külső, az outdoor programok, azokat egy héttel eltoljuk, legalább kétszer találkozunk. Aha. De hát olyan nincs, aki csak a futás miatt menne, nem? Hát akkor menjetek oda nyugodtan, mert aki már oda megy, az már csak megnézi a Klassza Tibi koncertet. Így van, nézzük vagyunk, mert még azért Tibi mégiscsak a de... mi kutyánkölyke, ahogy mondani szokták, és néha félreteszünk neki egy csontot, mint például most. De jövő héten egyébként, amikor megcsináljuk a futást, akkor is lesznek sztárok, tehát Kállai Sanders András, aztán a Freddy is ott lesz, ugye Félvár Gábor, Alfred, Kocsis Tibi is, tehát ugyanúgy jönnek a délelőtti programra is előadók, és nagyon vicces lesz, mert... De ők futnak? Majd ének, nem, úgy lesz, nem, hogy a bemelegítést azt úgy csináljuk meg, hogy lesz... Szembeszte földharcolni lehet. De hát ugye úgy lett kitalálva, lesz egy színpad, és akkor ott a színpad előtti bemelegítés az az lesz, hogy meghallgatjuk. Egy kis mini koncertek lesznek, és akkor utána indulnak a futamok. Szerintem nagyon klassz lesz. Családokkal, gyerekekkel lehet mi jönni. Mi van a maratonnal, zenél. Azt mondjad? Hú, lefutottam a 30-at most szerdán, nagyon jól esett, jó, jó formában voltam. Úgy éreztem, mint Stallone a híres Balból című a filmben, amikor azt mondta, hogy úgy éreztem, hogy van még a pincében. És ezt éreztem, és van még a pincében, úgyhogy két hét múlva futjuk, de Jani jön velem, úgyhogy elkísér 30-ig, ott megveregeti a vállam, és azt mondja, hogy na, hülye, most jön a neheze. Tovább. És akkor nem, ne, nem így van, hanem én 10-nél szállok be, tehát hogy én végigfutom veled a... Ja, igen. Tehát az utolsó 30-at nem 30-nál kiállok. Ja, ezt nem tudtam, hogy így van, bocsánat. Nem így van, tehát hogy én a 10. kilométernél állok majd be, és akkor... Ja, akkor kár volt elmondanom, kár volt ezt elmondanom, mert a befutónál ugye senki nem tudja, hogy te honnan érkezel. Persze, tehát, hogy... meg azért hálátlan dolog, mert hogy egyszerre futnak be a 30-esok, meg a maratonisták, és mindenki csak a maratonistákat tapsolja, tudod. Na, figyelj, most futottunk Janival egy fél maratont egy pár héttel ezelőtt, elmondom az milyen volt, jó? Tehát futunk egymás mellett, hé, Stevas, nem te vagy a vadon? Fél, egy szelfit, végig szelfizte az egész futóverset. Konkrétan jöttek, mentek az emberek, és néztem, hogy miért nem engem? Tehát, hogy aztán rájöttem, hogy hát baseball sapka, napszemüveg, meg hátulról a Jani fölismerhető. Nem, meg ő sztár, tudod? Na, ez a különbség kettő között. Jó, tehát a lényeg, hogy a rendezvény holnap lesz, de a futás az jövő héten. Így van, így van. Nagyon örülünk, hogy helyet adhattunk ennek az információnak a műsorban. Mondjuk betúrtad magad, de ez mindegy. Betúrtam magam abszolút, de gondoltam, hogy van olyan érdekes, mint a géppuskát elhagyó lövedék és a felszálló repülőgép. Van, csak az a baj, erre van választod, arra meg még nincs. Még nem találtad. Jövő héten megkeresünk. Mint akit puskából lőttek ki. Köszönöm. Úgy mehetsz tovább is. Köszönjük. Köszi szépen. Hello. Gyorsan megmutatjuk, hogy mikről, illetve kikkel beszélgettünk inkább. Az kicsit fontosabbnak tűnik a mostani ismétlésünkben. Pirner Almát hívtuk elsőként, aki ugye 8. hónapban van, mint áldott állapotban lévő kismama, és mégis megfotóztatta magát Nánási Palkóval, a közvélemény háborog, és hívtuk Zolit is, hogy mit tegyünk, a óriás kélgyó van a kertben. Igen, és ő elmondta, hogy ne menjünk közelebb, ne bántsuk, ne ütögessük, és ne nézzük slagnak. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc múlva 10 óra, már csörgünk is a nap hallgatójának, aki még nem tudja, hogy ő az, de mindjárt igen. Morning Show. Igen! Hello! Hello! Szia! Küldtél nekünk SMS-t, elárulod a nevedet, mert nem írtad alá. Igen, Angéla. Angéla. De kedves hangod van. És mit írt, Angéla? Ja, bocsánat. Angéla azt írta, ami természetesen az SMS-nek a tartalmától, ami elhatárolódunk és mélyen elítéljük. Lajcsinak üzenném, hogy az óra átállítás csak októberben lesz. Angéla! Szegénynek van most elég baja. Persze, és hogy nem szép öröm a kár öröm, de azért némi élvezetet nyújtott nekünk ma reggel, úgyhogy ezért lettél te a nap hallgatója. Szuper, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Honnan hívtál bennünket? Vagy mi hívtunk, hol téged? Miskolc. Hát nem ő hívott. Miskolc. Mi hívtunk, hol téged? Hát szerintem ez tökre ér. Esik? Igen. Mivel foglalkozol? Kicsit szeretélek beszéltetni, mert jó a hang. Ó, tanulok még. Aha. Mennyi idős vagy?
24 éves vagyok. Jó. Egyetem? Igen. Egyemista vagy, és mi leszel, ha nagy leszel? Hát, jó kérdés. Reményeim szerint valami PR tevékenységgel fog foglalkozni. Milyen iskolába jársz? Hát PR-os. De milyen egyetem? Hát a Miskolci. Miskolci egyet. Ja, jó van. Oké. Okay. Na, hát sok sikert kívánunk hozzá. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Küldjük neked az ajándékcsomagot, és hétfőig te vagy a nap hallgatója. Köszönöm, jó. Szuper. Köszönjük mi is, puszi, szia. Hello. Hello. Csabi. Szia. Jó reggelt, szevasztok! Szia, mi van veled? Mondja gyorsan a zenét, nem lehet, tudod beszélni. Soho partira emlékeztek? Hogyne! Hogy ne gyere és táncolj, mint legnagyobb sláger. Igen. Ki dolgozta fel? Várjál. Tankcsapda. Majdnem eltaláltad. A Well Hello. Nem áll. Soho party dalt, és jó lett? Meg, nagyon jó. Nagyon jó, hát hiszen nem játszanád, ha nem lenne jó. Világos. Tudok én rosszat mondani? Mi a receptünk, Ferenc? Kérlek szépen, egy nagy klasszikust hoztam 1958-ból. Hol volt világkiállítás 1958-ban? Ki tudja megmondani Brüsszelben? Rántott Párizsi. Nem, képzeld el, hogy mi oda kivittük a hortobágyi húsos palacsintát, mint magyar nemzeti étket. Akkor ez még nem létezett, illetve van egy a 30-as évekből egy ilyen leírás, és arra gondoltunk, a Szovjetunió meg az Amerikai Egyesült Államok között volt a magyar stand, és arra gondoltak a magyarok, hogy most nagyon oda fogunk ütni a világnak, és megalkottuk a hortobágyi húsos palacsintát, ami egyébként eredetileg borjú húsos, de oda már mi csirkével vittük, és ezt annyira zabálta mindenki, hogy innentől kezdve datálódik az, hogy azt mondjuk, hogy a magyar konyha az milyen világhírű. Ma már tudjuk, hogy nem egészen így van a dolog, de óriási sikere volt, és ugye egy csomó étteremről elterjedt aztán 80-as években, hogy ez az a visszaforgatós kaja, tudod, amit visszaküldték. Először a borjúból csináltak, aztán csirkéből, aztán meg mindenből, amitől eldugulna a fekete mosogató. Megmaradt, de a hortobágyi húsos palacsinta egyébként meg egy jó kaja. Tehát, hogyha ez nem... Imádom. Ugye? Imádom. Ha nem ebből van, úgyhogy megvan a korrekt leírása, a receptúra folyénképpel együtt pedig a Facebookon fönn van. Ami tökéletes. Jó? Úgyhogy ezzel búcsúzunk tőletek. A Csabitól kérjetek nagyon sok és nagyon szép dalt, a 061-555-55-00-00-t, csúnyákat is. Mi meg hétfőn már hármasban jövünk. Szevasztok. Sziasztok. Ciao. Sziasztok. Hölgyeim és uraim. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.